Jó reggelt, miattán szavaztok gyerekek, üdv a csatén! Képer jelentkezik következő videóval, hát videósorozattal lehetne azt mondani. Nagyon érdekel ez a dolog, amiben most bele fogok fogni, hogy meddig tudom én ezt húzni. Hardcore kihívás 7 Days to Die-ban, ami abban fog megnyilvánulni, hogy minden egyes nap lesz zombi horda, minden egyes nap, tényleg. Egy darab halálig fogunk menni, ugye leginkább a hardcore része ez, tehát ha meghalunk, akkor vége a sorozatnak. Szóval ebből kifolyólag igazából nem is tudom, hogy milyen hosszú lesz ez a sorozat. Lehet, hogy csak ez az egy rész lesz, lehet, hogy csak 10 percig fogunk élni, lehet, hogy egy fél óráig, lehet, hogy egy percig, de akkor is mindenképpen szeretném feltölteni ezt a videót. Lehet, hogy 5 részig fog tartani, lehet 10-ig, vagy 20-ig, vagy akár meddig is igazából, hogyha nagyon ügyesek leszünk. Ugye az alapjait lefektettük ennek már a másik sorozatban, tehát így igazából a kraftolási metódusokat meg mindent így tudunk csinálni, de rohadtul kell figyelni. Ja, meg az egyik, még egy nagyon durva dolog, amit bekapcsoltam, az az, hogy mindig fussanak a zombik, nem csak éjszaka, hanem mindig fognak futni. Most spawnoltunk ide, azt sem tudom, hol vagyunk, belevágunk a lecsóba, valószínűleg, hogy ahol vagyunk, egyből telepedés lesz, meg egyből bázisépítés, mivel éjszaka már zombi horda jön, úgyhogy vágjunk bele, gyerekek, azt a bőtyár. Most néztem körül először, de látom, hogy a város szélén vagyunk. Na, rohadt gyorsan kellene csinálni a dolgokat, ezt megnyitottuk, oké. Oké. Mit kell nyomni? Mit kell csinálni? Ez komplet lett, igen. Trekkeljük, jó. Mit kell csinálni? Bazzer, nagyon gyorsak kellene gyerekek, mert ízei befogunk itt. Félelni, rohadt gyorsnak, úristen! És ennek tényleg, ennek a sorozatnak, hogyha egyáltalán lesz belőle sorozat, az lesz a rohadt nagy lényege, hogy itt rohadtul kell koncentrálni, meg nem lesz az, hogy itten tökörészés lesz, nem lesz az, hogy anyagot pazarlunk, nem lesz az semmit, itt nem szabad bázat csinálni, semmi rosszat, mert meg fogunk dögleni, de valahol komolyan. Úgyhogy veressük neki, marha gyorsan. Lehet, hogy... Jaj, bassza, szétütöttem, ilyenkor megkaptuk. Lehet, hogy azon gondolkozok, hogy a játék elején valami olyasmi meg a perpekek felhasználása, hát az se lesz egy egyszerű dolog, gyerekek. Azon gondolkozok, hogy a játék elején lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy valamilyen lopakodási verzióba kellene veretni, gyerekek, mert ugye annyi a probléma ezzel az egésszel. Júj, lehet, hogy íjászkodnunk is kellene. Mindent is felszedünk, gyerekek. Próbáljuk hasznosítani azt a tudást, amit kiszereztünk az előző részbe. Tök jó, figyeljetek, egy kettő területnek a határán vagyunk pont, ami szerintem tök kellemes. Gyerekek, mindent is meg össze kellene szedni. Kellene csinálunk ugye egy kőbaltát kapásból. Jó, ezt kraftoljuk le, aztán már használatba is vettük, ugye? Mit kellene csinálnunk? Harvestelni kellene stone, meg... Gyerekek, nagyon para, nem tudom, a hangot lehet, hogy föl kellene húzni, várja, bemegyek optionbe, mert itt most már nagyon fontos lenne, hogy halljam, hogyha jönnek zombik, mert ugye a hangokra eddig annyira nem koncentráltunk, de most innentől rohadtul kell koncentrálni, mindig futnak a zombik, arra kell számítani. Úgyhogy ma már bázist kell építenünk, vagy valamit ki kell találnunk, hogy túléljük az első éjszakát. Gyerekek, olyan, mintha a negyedik nap horda jönne el, mert az első nap, hát képzeljétek, mennyire nagy szívás lett itt az egész. Szerint követ bőven, ha már egyszer itt elkezdtük ütlegelni. Ugye nullás szintűek vagyunk, természetesen nem az előző mentést folytattuk, sem az előző karakter. Kellene kraftolni. Ezt. Ilyenkor miért nem rakott ki? Kirakhatnád. Egy glomászt. Meg egy hudot. Lekraftolunk. És akkor fel kellene ezeket venni, ugye? Oké. Kellene egy cube-ot csinálni. Oké. Azt is le kéne nekünk rakni. Ja, meg kellene mindent is gyűjteni, ugye? Oké, már van fegyverünk. Nagyon jó. Kellene csinálnunk egy bow-t. Lehet, hogy a lopakodásra kellene rámenni az első időbe. Nyílveszőket kellene csinálnunk, gyerekek. Stone arrow-t. Kemény 3 darabot. Jó. 7:35 van, 10 órakor a zombi horda, arra készüljünk. Úgyhogy vágom a fát hűvös alomba 1000-re. Igen. A tabbal kellene a radiálmor menüt és a challenge ikont kiválasztani, ugye? Igen, oké. És akkor ezért... Már tudom venni.
Oké. Át tudtam menni a dolgokat. Most 190 méterre van gyerekek, csak a trader, ez viszont nagyon jó. Ez nagyon jó, nagyon mázling van. Ez nem előre generál, vagy nem olyan map, hogy én bármit állítottam, most spawnoltam le. Nem tudom, ez remélem, hogy senkiben nem betődik fel. Tényleg most spawnoltam le, nem csináltam semmi, abszolút. De nem is tudom, hogy miért kell magyarázkodni, mert remélem, hogy nem. Gyerekek, kellene szereznünk nagyon sok tollat, szerintem bár az a baj, hogy az íjászkodás itt lehet, hogy el kellene felejtenünk. Tudjátok miért? Várj, egy hammert lehet, hogy kellene. A hammerrel azért egész jól lehet izé bánni. Az íjászkodás nem biztos, hogy jó lesz ezen a részen. Gyerekek, már csak azért, megmondom mindjárt miért. Oké, oda raktuk akkor így. Oké, ezt betárazzuk azért. Mert az lesz vele a probléma, srácok, szerintem, hogy... Ugye mivel futnak a zombik basszus, így... nem valószínű, hogy nagyon gyorsan le tudod szedni őket. Ugye akkor jó, hogyha sétálnak, akkor elövöldözgeted őket, de amúgy meg nagyon-nagyon nem fog ez működni, én úgy gondolom. Jaj, de jó. Egyébként semmilyen könnyítést nem állítottam be, csak nehezítéseket. Ugye minden nap zombi horda, futnak a zombik, meg még mi volt? Ja, meg ha meghalunk, akkor vége van, úgyhogy lootoljunk is mindent, és szedjük össze mindent. Ezzel a hammerre szerintem úgy nagyjából el leszek, hogy nem kellene sérüléseket szereznem, meg semmit. Oda nézzetek, javítókészlet volt bassza. Nagyon király. Ezt is kellene gyűjtenünk. Ugye azt mondtátok, hogy ebből van gumi, vagy ez egy műanyag. Műanyag kellene nagyon sok, mert kellene csinálnom minél hamarabb vízgyűjtőt, meg minél hamarabb mindent is kellene csinálni, úgyhogy rohadt gyorsok leszünk. Ez most egy egész más jellegű sorozat lesz szerintem. Itt azért lesznek tétjei a dolgoknak, mindent is szedünk gyerekek egyelőre. Kellene nekem egy csontkést is gyorsan fabrikálnom. Úgy, és ezt is ledobjuk ide, fákja az nem kell oda szerintem ényni. Hogyha kell esetleg élelmiszer gyűjtenünk, ugye. Hát nagyon a traderhez igazából nem sok értelme van elmenni egyelőre, de lehet, hogy kellene csinálnunk. Az a lényeg, hogy baze, gyerekek, lehet, hogy egy... Ott egy zombi kapásból már megint már küzdhetek meg egy rohadt zombival, bár lehet, hogy nem kellene, hanem lehet, hogy inkább hátul kellene bemennem. Igen, figyeljetek, lootoljuk ezeket egybe főbe. Mert akkor tudunk csinálni, ugye? Arró! Hát semminél lehet, hogy jobb lesz, gyerekek. Ha lesz néhány arró. Igen. Ki kell használni basszus a terem tárgyakat. Lehet, hogy kellene csinálnom kapásból egy olyan ilyen bázist, ahova, hogy be tudok futni, föl tudok futni, valahol tudok menekülni, ha egyszer véletlenül betámadnak, de viszont nagyon jó, hogy itt van a trader, ez egy nagyon jó dolog. Ugye a trader az egy safe zone, oda azért be tudok menekülni, be tudom tenni az ajtót, ott mindig védve vagyok. Zombi hordakor nyilván nem. Úgyhogy valószínű, hogy ide fogunk letelepedni, és megpróbálunk túlélni. Ugye itt teljesen mások a prioritások, mint egy másik sorozatban, itt nem tudunk bóklászni, nem tudunk felfedezni az elején, mert az nekünk, hogy nem nagyon jönne össze. Figyeljetek, ki kellene lootolnom mindent itt. Tényleg. És akkor esetleg az olyan dolgokat meg eladni, amiben pénzt csinálunk, és akkor tudunk venni kaját meg ilyeneket. Ugye például az tök jó lenne, hogyha tudnék venni kaját. Nagyon lassúak vagyunk, nagyon furcsa, hogy ilyen lassúak vagyunk, gyerekek. Meg igazából mindent is kéne lootolni, legyen kaják mindenünk. Hú, ez félek ettől a sorozattól, ugye ebben a játékban nem lehet menteni, tehát... Jó van, oké, vannak, semmi gond. Ebben a játékban nem lehet menteni. És ennek a következménye ugye az, hogy itt nem tudom, még ha akarnám, se tudnám azt megcsinálni, hogy jaj, hát... visszatöltöm, érted? Hogyha meghalok, akkor azt látjátok ti videó belül. Nincs az, hogy nincs appellátor, hogy izé, hogy ó, hát visszatöltöm, aztán akkor majd folytatom, vagy bármi. Itt gyerekek, itt izé van, itt rendesen. És igen, ebben a részben már nekünk mindenképpen bázis kell építeni, úgyhogy rengeteg fára lesz majd szükségünk, csak egyelőre itten ki akarom lootolni az a dolgokat. Ja, itt a trader mellett fogok mindenképpen letáblázni. Jó, mert kaját azt már kapásból szereztünk egész sokat, ezt lehet, hogy nem lehet lootolni. Gyorsan végig lootolunk mindent, aztán hogyha van olyan, akkor ezt eladjuk, de úgy látom, hogy nagyon nincsen. Mondjuk nette csomó ragasztok. Igen, ez probléma lesz. Ezzel nem tudom, hogy fogok megküzdeni. Lehet, hogy valami magaslatot kellene tényleg kialakítanom, és akkor úgy
Vagy pedig leakasztjuk ezeket. Na nézzük, hogy mi van. Ugye ezért is kapunk XP-t, meg még ráadásul küldetést tudunk vállalni, de... Okay, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. Egy kis speciál jobot fölvettünk, de egyelőre lehet, hogy nem fogok azzal foglalkozni. Nincs olyan cuccom, amit el tudnék adni neki. Igazából nagyon nincs, ugye? Hát mit? Ugye a 14 fémet, azt, vasat, azt lehet, hogy érdemes lenne eladni, és azért venni piát vagy kaját. És ezt 33-ra adja el, akkor jó, akkor azt nem fogjuk eladni, gyerekek. Pénzem az nulla, ugye, jelenleg. Az nagyon jó, mert nagyon kevés piám van. Sőt, nullával egyenlő piám van. Kajám az már kezd alakulni, de piám az nulla. Na, és kacok, akkor szerintem valamerre kéne húzni. Ki kéne menni, és neki kéne állni, minél hamarabb bázist építeni. Az a baj, itt van ez a hülye, ezt ki tudom lőni ezen kívül? Vagy rácsom keresztül? A faszotokat, mászkál. Nem hiszem el, hogy mindig akkor mozdul el. Nem halt meg. Még mindig nem halt meg. Most meghalt. Aha, ott is egy. Lutolás, ezt felejtsd, de egy darab bizonyom van. Jó, lopakodásiba megyünk, gyerekek. Mindenképp kellene kialakítanom egy olyan helyet, ahol le tudnék úgy nem mondjuk csak táborozni, hanem az, hogy legyen egy olyan pont, ahol fel tudok menekülni, hogyha nagyon szar. Mert ez így nem jó. Figyeljetek, igazából egy zombiváros kellene kialakítanom nagyon gyorsan, nem? Mit gondoltak erről? Pazeg, már kapásból itt vannak a zombik, hogy rohadjanak meg. Pedig a számukat szerintem nem állítottam fel, hanem csak annyit, hogy tudnak futni. De az mondjuk kellemetlen, hogy tudnak futni, igen. Jó. Van ez a kő, ezt lehet, hogy ki kellene használnom. Nézzétek, itt van ez a nagy kő. Ezzel lehetne valamit kezdenem, ugye sokkal nem, de valamivel jobb védettsége lenne, mint egy sima izének. Neki kell állnom building blokkot csinálni. Ja, most egyelőre ugye ki kéne ásnom azt a szaplit, de hát ugye nagyon veszélyes így a játék. Szóval ez egyelőre nem fog ez nekem menni. Neki kéne állnom building blokkot csinálni agyba főbe. Rá kéne ide kattintanom, így. Figyeljetek, legalább 105 fenet csináljunk, meg majd utána még csinálunk. És kapásból akkor nekiállunk kicsit, nekiállunk valami zombiváró vagy horraváró szerű dolgot csinálni. Oké, gyerekek. Ugye szedjünk is mindent fel, mert szükségeltetik. Na, igazából ebből ezt ki tudnám használni valamilyen szinten, nem? Ezt a követ. Mit szóltok hozzá? Mondjuk erre lehet, hogy föl tudnak ugrálni, úgyhogy akkor ezt császheti a képer. Akkor ez a kő, ez felejtős lesz. Lehet, hogy az úton, az aszfalton kellene megoldanom. Ott jobban is látom a dolgokat, meg igazából talán egyel jobb is lesz a dolog. Na, sok fát kell kivágnunk mindenképp, utána majd ültetünk fákat, bár itt azért annyira nem is kell. Az a lényeg, hogy ja, a lopakodásra lehet, hogy érdemes lenne raknom még itt. Meg rohadtul csináljunk izéket, arrókat, hogyha tudunk. Mert azért messziről le tudunk vadászni zombikat. Meg ha nagyon szorult a helyzet, akkor be kell rohannunk a traderhez. Ott valószínűleg fel tudnánk ugrani valahol. Ja, meg ehhez a játékstílushoz teljesen más, hogy kellene szerintem hozzáállnom. Itt nem az a beállálós lenne, hanem tényleg a lopakodós. És lehet, hogy a küldetéseket is, igaz, hogy a clear-eket, azokat ki kell clear-elnem. De viszont lehet, hogy egy lopakodó stílusba tudnék lootokat szerezni, úgyhogy a házadba úgyis bemenni, vagy fölmenni, vagy fölugrálni, vagy bármit megtenni, hogy ne kelljen zombi hordákkal megküzdenem konkrétan. Na, figyeljetek, valamennyire azért közel kellene ide. Itt léteznem. Azonban itt meg lehet az út is, ez nekem nagyon nem fekszik. Meg ez az autó rohadtul rossz helyen van. Ezt mondjuk, amire kiütöm, arra levegy a rap. Jó, mindegy. Figyeljetek, ez az autó csak nem lesz annyira nagy probléma. Na nézzük, akkor ez nekünk nem kell, ez jöhet. És akkor most azon gondolkoztam, rakok le egy ládát, meghalok, akkor legyenek meg az utcaim. Teljesen fölösleges, mert ha meghalok, akkor vége a sorozatnak. Úgyhogy ez egy roppant érdekes dolog lesz. Az első körbe, tudod mit? Az nem jó, ez nekem nem tetszik, hogy ez lejt. Ott meg ott egy zombi. Az észre ne vegyen minket, bazeh.
Nézzük körül, hogy nincs-e más, mert nem is látom még őket. Egyébként ezt a izét, ezt lehet, hogy ki tudnám ásni. Csak az a baj, hogy kéne mindenképpen horda váró, az nagyon fontos lenne, vagy valami bázis, amire tudnék építkezni. Ez mennyire van egységbe, várjatok itt. Le kéne pakolnom, utána föl tudom szedni, csak hogy mennyire vagyunk itt egységbe. Nekem fontos lenne, hogy mindenképpen egységbe legyen ez az egész, de szerintem ez itt pont jó lesz. Egyelőre csak kimérünk, úgy nagyjából tudjátok. És akkor azt kellene, gyerekek, hogy ide kellene egy tömör, vagy nem is tömör, de... egy ilyen minimum 3x3-as blokk. És akkor erre mennénk föl. Nem csinálom tömörre, a belsőjét lehet, hogy megcsinálom később. És olyan hagyományos... jó kis várót kellene készíteni. Baszik, jönnek a zombik éjjelre, vicceljél. Meg ugye akármikor átspónolhat a játék hordát is, tehát ilyen random hordát, akkor valószínűleg menekülés lesz, ide be tudunk futni ugye. Úgyhogy ez, nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni, nagyon sok fa kell még. És ugye arra is jó lenne, hogy majd pakoljunk. Az a baj, hogy ez a fa horda váró, ez nem nagyon bírja, csak meg ráadásul dupla és hosszú horda lesz, azt is ugye gondolom mágjátok, mert a keeper... mondjuk nagyon megasról, erre ugráljunk le, mert bajok lesznek. Veszük a létrát, hol van a létra, hol van a létra, hol van nekem külön, így, oké. Okay. Mert egyébként ezeket, hogyha használod szerintem, vagy pedig a basic dolgok, azok így működnek. Figyeljetek, akkor elvileg ide föl tudok megugrani, hogy nem, oda tudok felugrani. Remélem, hogy a zombik nem, egyébként, úgy. Jó. Figyeljetek, nagyon gondolkozok. Várja, Keeper. Nem tökölhetsz, nincs itt izé, nincs abban látta, nem tökölhetsz. Meg kell csinálni mégiscsak a belsejét is ennek az egésznek. Jó, itt már egyszer egyel biztonságosabb helyen vagyok. Na figyelj, ezt fel kell upgrade-elnem. Ennyi fán van. A cobblestone-t azt is tudnék csinálni, ugye kapásból a mai nap fel tudnék cobblestone-ra upgrade-elni dolgokat, az úgy tök jó lenne, először csináljuk meg ebből mondjuk, ebből a kócból, ott van az a hülye zombi bazzbeg, nem hiszem el, hogy erre kell jönnöd. Jó, akkor addig kihasználjuk az időt, talán elvonul, lootolunk meg, izélünk. És ki is írta, nézzétek meg, hogy első nap, pár, horda jön, ezt kell javítani. Nagyon figyeljünk a zombikra, bazze, nagyon figyeljünk. És kellene csinálnom, kellene ásnom, kellene cobblestone nekem, hogy legalább az alját fel tudjam upgrade-elni. Mert akkor mégis az lenne, hogy talán van esélyem túlélni. Nem tudom egyáltalán van-e esélyem van-e túlélni. De tényleg, hogy én ebbe belefogtam, az nagyon jó dolog. De hogy egyáltalán van-e rá esélyem. Lopakodva kellene közlekedni egyébként meg ilyesmi, mert akkor azért nagyobb esély van arra, hogy nem vesznek észre, ugye? Főleg, hogyha lopakodásra raknék is. Jó, ezt meg egyből ilyenkor arról. Szóval fontos. Mert egyen tovább tudod őket távol tartani, vagy még ha egy damage-t is beléjük vissza, akkor is valamivel jobb. Hogyha véletlenül jön horda, akkor rohadtul futiban. Mondjuk ennyi kőből nem nagyon sok cobblestone-t fogok csinálni, gyerekek, hiába ütögetem én ezeket. Kemény van 20 darab. 28. Jó, egyelőre a fára megyünk rá, meg itt mindjárt van egy kis kő. Egyébként megmondom őszintén, hogy bázisnak, ugye bázisnak ez nagyon nem lesz jó, mivel az vele a probléma, gyerekek, hogy ugye távol kellene tartanunk magunkat a zombiktól. Tornyot nem nagyon akarok építeni, főleg tornyot leesni, hallod? Egy az egyben meghalunk a második napon vagy az elsőn. De nem tudom, hogy milyen hosszú. Tök durva, hogy ti már látjátok, hogy milyen hosszú ez a rész. Hogy mondjuk, látjátok, hogy meddig sikerült kihúznom. De lehet, hogy látjátok, hogy körülbelül még 2 percig fogom élni. Ti pontosan tudjátok a halálomnak a percét, én meg nem. Ez kicsit olyan nyomasztó, kicsit így súghatnátok az időbe, visszajönnétek. Azt mondanátok, hogy Keeper, így vigyázz, meg fogsz halni, valamit kellene csinálnod. Ez tök ilyen, kicsit ilyen időutazós, loopos sztori az egész. Jó, vissza kellene mennünk oda, még hogyha meg is kell küzdenünk azzal a csávóval. Ja, az a baj, ugye staminánk is rohadtul fogy, kaja szintünk, pia szintünk is rohadtul fogy. Kajánk nincsen, piánk nincsen.
ja, kajánk az valamennyi van, lehet, hogy mégiscsak el kell adni bármennyiért is majd alapanyagot, vagy bármit a tradernek. Egyébként ez szerintem egy ilyen nagyon feszült, izgalmas sorozat lesz, tehát folyamatosan nézelődni kell. Az a baj, hogy ugye mivel így, hát közvetítem az eseményeket, emiatt ugye beszélnem azért nem ártana. Így bele azért kevésbé tudok figyelni a dolgokra, ott is egy zombi. Zombi figyelés van ezerre, gyerekek, ott van azt a követ, még azt a fát kiütöm, és akkor megpróbáljuk az agraját cobblestone-nal megcsinálni, és kapásból akkor valamennyibe védettebbek vagyunk. De durva lesz, hogy holnap is jön horda, érted? Minden egyes nap jön, úgyhogy ezzel itt kell tervezni. Éjszakánként nagyon nem fogsz tudni lazsálni. De viszont jóval gyorsabban fejlődsz az XP miatt, hogyha túléled, de nem biztos, hogy túléled. De ugye sokkal nyomasztóbb lesz az egész, hogy mindig jobban be kell osztanod az idődet folyamatosan. Itt nem az van, hogy tökörészünk, meg jaj, lazulunk, hanem folyamatosan figyelni kell az időt, hogy mennyi időnk van vissza, 10 óránk van vissza ahhoz, hogy 12 óránk, hogy jöjjön a zombi horda, ugye? Arról nem is beszélve, hogy tényleg jöhet a random zombi horda rád. Ja, arra gondoltam, hogy ugye nem akarok magasra építkezni, viszont itt vannak ezek a rohadt nagy hegyek, hát nem olyan túl nagyok, de ennek az aljában az egyiknek lehet, hogy be fogunk vackolni. Vagy esetleg oda, és akkor ugye a hordákat meg ugye egy rendes hordavajáróba kellene megcsinálni minden egyes nap. Nem tudom, hogy ez hogy fog működni, hogy így tényleg az van, hogy mondjuk az ötödik nap már olyan, mintha az ötödik, mondjuk a 35. napi horda jönne. Normál esetben ugye 7x5, 35. Tehát már az ötödik napon be fogom kapni a 35. hordát, és így tovább a 100. napon 100. hordát. Ez ugye elég épik lesz. Na, figyeljetek! Mennyi kövünk van? Nem sok, tudom. De viszont van már, nézem. Úgyhogy cobblestone-re ez kellene. 72 darab, jó. Semminél az is jobb. Viszont el kellene kezdeni fára. Nem védelgetni. Ugye nem érdekel, hogy a felső részeket nem fogjuk upgrade-elni, hanem mindig az alsókat. Rohanással az idővel. Az a baj, hogy itt ebben a játékban akármikor el tud fajulni a szituáció. Tehát történhet egy olyan, hogy mindjárt itt megrohamoznak minket, vagy bármi. Úgyhogy a figyelem az nagyon fontos. És nagyon izgulok. Ez nem tudom ezt nézni is ugyanannyira izgalmas-e, vagy mint játszani, de játszani kurva izgalmas. Ez meg valahol komolyan. Ez van egy pluszot ehhez. Figyeljetek, ezt a hármat felupgrade-elem. Utána meg cobblestone-ra. Ugye? Várjál. Ez igen, várjál. Mellette. Várjál. És akkor már van egy olyan hely, ahol föl tudok rohanni, hogyha megtámadnak. Nem biztos, hogy túlélem rajt, de legalább valamit tudok okozni. Oké. Figyeljetek, akkor kéne cobblestone-ra nyomnom. Hol van a cobblestone? 72 darab van. Sőt, tudjátok mit? A második sort fogom cobblestone-olni. Mert szerintem azt fogják ütni. Azt fogják ütni, gyerekek. Ugye ez az első sor szerintem, amit ütnek. Nem a legalsó. Ilyes fogyott. Ez neverös. Neverös, gyerekek. Mondjuk futkozni nagyon nem biztos, hogy jó, hanem tényleg lopakodba kellene. Jó. És itt bazza nem tudok kaját szerezni, nem tudok küldetésezni, hanem ezt kell csinálnom, gyerekek. Clay-em az mennyi van? Van clay-em, de honnan az ajánlból volt clay-em? Jó, az izé clay-t azt találtam bed a tradernél szerintem. Egyébként ezt kiássatnám azt a valamit. És akkor lenne abból clay-ünk, és akkor nem random helyen ásunk. Milyen fasz ez a zene? Olyan, mint hogyha távadnálak. Hát a rosszabb növette meg. Na, hogy álltok ti ezt a bűnös zelét? Rohadt életbe, gyerekek. Jó. Szerintem ez így egyszer, egész élhető. Meg kéne csinálnunk. Várj, hogy legyen ez? Hogy legyen ez? Gondolkozzál, Keeper. Az alsó részeket föl kellene upgrade-elni a minimum fára. A magot azt fára. Mert ahhoz már nem fogok hozzáférni később, úgyhogy azért is gondoltam, hogy fára felemléleljük. Jó, fánk az van. Pedig a fánk az nagyon finom. Jó, akkor figyeljük megállás nélkül bazza. Oké, gyerekek. Akkor ide kellene egy, ugye, tudjátok, az a lépcsős, ugrálós, tököm tudja milyen zombi lassító.
Nem az a lényeg, hogy rohadt sok XP-k legyen, hanem legyenek lassulak a zombik. Jó, ide akkor ugye föl tudunk jönni. Az úgy jó, ugye? Hopp, zombik meg valószínű nem. Az már egy egyszer baráti. Ez miért nem akarja javítani? Mert nincs kövünk. Jó. Mindjárt megcsináljuk a felső részt. Lehet, hogy elmegyek ki. Kibányászom én gyerekek. Azt klot, ugye ebből tudunk csinálni klotot. Klot meg rengeteg dologhoz kell. Úgyhogy azért gyűjtögetem, meg egy szlotka szedi. Meg egyébként ebből tök jó ital tudnánk csinálni ugye ebből a piros növényből. Úgyhogy ezt is szeregetem. Ilyenek jó, hogyha jönnek. Viszont ezt meg kéne javítani. Oké. Okay. Na, szuper. Próbálunk hatékonyak lenni, rohadt hatékonyak. Emegyünk ásni, de valószínűleg attól félek egyébként, hogy ott be fognak támadni minket zombik. Hány darab nyílveszőm? A 21 darab nyílveszőm. Ez lehet, hogy ez rohadt veszélyes lesz. Ha nagyon betámadnak, akkor visszafutunk és megpróbálok felugrani. Úgyhogy nem állunk neki harcolni ilyen nagyon low staminával. Hanem inkább akkor ott egy zombi bassz meg egy nő. Hogy rohadj meg. Jó, hát ezt kerüljük, hallod? Kerüljük. Próbáljuk meg az első összecsapásokat hátráltatni. Valamint inkább késletetni, úgy mondom. Mivel az a baj, hogy ezzel kell az összecsapásokkal, gyerekek. Hogy megfertőződünk, meg minden történik velünk, azt akkor nagyon-nagyon nagy baj lesz. Meg fogunk dögleni, és nincsen második élet. Ja. Elkerültük. Zombi nézőbe vagyunk. Követ lehet, hogy kéne gyújtenünk. Kő az mindig jó. Itt havas részre nagyon ne ulálkodjunk rá, mert ugye vannak itt medvék, meg minden, azt szétkapnak minket két ütéssel. Ez nem biztos, hogy jó lesz. Ja, meg túl vagyunk terhelve már most. Mindjárt megnézem, nincs-e valami olyan. Viszont ki kéne ásnunk azt a cuclit. Kő az kell, mert az a baj, végül a cuccainkat javítani se ártana. Remélem, hogy egyébként arra gondoltam, hogy lehet, hogy jegelni kellene az másik sorozatot. Ugye, az meg arra lenne jó. Ezeket, figyeljetek, ezeket a makkot, ezt kirakom már csak azért, mert szerintem teljesen fölösleges. Ott ez a nő, jó, mindegy. A másik sorozatot jegelnénk addig, amíg nem jönnek új patchek, és akkor ebbe próbálkozunk. Csak tényleg ennek az a problémája, hogy lehet, hogy egyik napról a másikra fejébe szakad, az meg ugye eléggé kellemetlen lesz. Viszont, hogyha sikerül, akkor meg rohadt nagy flash, hogy ezt így tudtad így tolni. Anélkül, hogy ugye meghalt, de ezt kilútoljuk. Hát, hogyha kapunk be a mézet, és akkor azért ez egy plusz dolog. Meg amúgy is fát is szedünk. Próbáljunk meg az ilyen univerzális dolgokat kilútolni. Hát ebből nem volt méz. Jó, viszont van egy csomó fám. Cobblestone-t lehet, hogy kellene meg craftolni. De a clay-em az nincsen, úgyhogy mindjárt lesz clay-ünk akkor, amikor. Tudjátok, hogy mi fog történni, bazze? Valami töltődött, valami betöltődött. Hol van a izé? Az ásó, valami ásót kaptam, nem bazze? Semmi gond. Vagy amikor így berecsen a dolog, akkor elképzelhető, hogy bassza meg. Most majd megdöglöttünk, bazze, instant, belesétáltam volna abba a medvébe. Gyerekek, mondjátok azt, hogy nem 5 perc van vissza a sorozatból, ugye? Vagyis a videóból. Mondjátok, hogy nem egy fél perc van vissza a videóból. Mondjátok. Fasza meg. Ott van egy ilyen, ezt ki kéne ütnöm. Bazen rendesen fosok öcsém. Hát izélni kellene lopakodni egyébként. Lehet, hogy arra fogok rakni, hogy lopakodásra. Mert az azért sokat segít el a gyerekek. Igen, a harcra is jó lenne, de ugye a lopakodás jobban megvédi a seggemet. Egyelőre, hogyha nem látnak, nem vesznek észre, akkor nem tudnak megütni, de ez, ja, lehet, hogy lopakodni fogunk. Nem, azt nem mondta, hogy a izé alatt lesz az út alatt, bassza, azt, amit ki kell ásnom, akkor megbadulok. De mi volt? Megvan, bassza, és pont az út alatt, hallod? Hát jó, hogy meg itt a medve is, jó, hát akkor ezt el fogjuk engedni, bassz meg. Nagyon jó. Jó, gyerekek, hát akkor mentünk innen a rákba, hát nem fogok. Nem fogok medvével vioskodni. Túl is vagyunk terhelve, hazamegyünk, gyerekek, építjük tovább a bázisunkat, majd ott ásunk valamit. Meg magát azt se tudom, hogy mit tegyek. Gyerekek, mit tegyek akkor, hogyha megtámadnak, hogy meneküljek, íjászkodjak, vagy... Az íjászkodás az a baj, hogyha nagyon lónban, akkor konkrétan nem lassítja be őket, nem fogja kiütni őket, szóval...
ugyanúgy rám fognak futni, én még én célozgatok, meg mellé lövöldözgetek, tudod? Hú, gyerek, tudjátok, basszus, hogy mikor fogok meghalni, ez annyira kellemetlen. Még frusztrálóbb, mint hogy, hogyha nem tudnátok ti se. Jó, menjünk gyorsan, futást a szóvatosba. Nagy zajt ne csapjunk. Ugye tényleg ilyen olyan ruhákat is kellene hordanom, amelyik a noise-ot csökkent, és akkor azért ilyen kis ninjába el lehetne lenni egy ilyen környéken. Csak az a baj, hogy amikor meg támadnak minket, ugye zombi horda van, akkor azért meg nem biztos, hogy az lesz a legjobb megoldás. Valahol kell ásnom, gyerekek. Valahol kell ásnom, mert kell izé. Kellene nekem, az a 12 óra van már, nem szórakozhatunk. Azon gondolkozok, hogy akkor már áshattam volna olyan helyen, ahol le akarok telepedni. De nem. Jó, viszont elég gyorsan lehet ásni, csak az a baj, folyamatosan nézhetek körül. Meg árkot is áshattam volna, akkor ennyi erővel van bázisom köré. Igaz, tudom, hogy kiütik, kiássák, meg minden, de viszont lassítja őket. Ugye ilyen szituációban, ahol ugye be tudnak támadni, vagy futnak és úgy tudnak betámadni, hogy a nyakodba ugratak. Nem az van, hogy elhátrálsz előlük akár meddig. Itt azért lehet, hogy egy árok, ami lassítja őket, ez így egy baráti dolog lenne. Csinálunk cobblestone time ezerre a gyerekek mindjárt. Na. Már is 79-et tudok, megint a kövem fogy, a kő az gyorsabban fogy, úgy látom. Jó, ennek meg kellene csinálni a felső részét, meg kellene csinálni azt a részt, amiből gyakorlatilag állni fog ez az egész móka. Hát az első hordát azért az első nap kibírni, azért gratulálok képen. Na figyelj, ezt ugye úgy kellene, hogy mindjárt összeszerem a gondolataimat. Körlene. Ugye ezek azt hiszem, hogy egy ilyen 3x3-as sok voltak, bár arra lehet, hogy most nem lesz elég alapanyagom. Lehet, hogy okosba megcsináljuk kisebbet. Nagy szar van, akkor fölfutunk arra. Lehet, hogy létrát kellene minden oldalra rakni egyébként. Azon gondolkodtam. Na, viszont... Ne. Kellene nekem. Ez a rúd. Tudjátok mi? Az a... Azt megint találd meg. Azt hiszem ez az a pól. Vagy ez? Ez. Az az a pól. Nagyon nem kéne összetörni a magam se. Ne kell forgatni. Jó lenne sietni. Oké. Föl kéne mennem vissza. Hát azt ahogy mennyire fog befélelni a dolog. Azt nem tudom, gyerekek. Remélem, hogy sem ennyire egyébként. Ide meg ugye akkor az kellene, hogy... Ezt így... Várjál, nem jó helyre. Ide ilyen ugratókat kellene nekik rakni. Ez egyforma magas, mondhatni? Aha. Okék vagyunk. Szerintem ez így eddig jó, és akkor csinálunk még egyet, meg ugye feljáratot. Ugye itt egy kicsit módosítja a keeper, de várja, nem jól csináltad, bazd meg. Mert nem ez az értelme, hanem ennek az az értelme, hogy a szélesnek csatlakozik, és akkor tetején még legyen még egy ugrató, amin ugye így kell egyet ugraniuk. És így folytatódik. Lehet, hogy nem volt az ilyen magas, de nem baj. Így, és akkor kell végig egy, várj, hide block széles, passzor, nem nézek körül, én hülye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Jó sok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ide kell egy még. Egy ilyen 3-as, ugye? Hát bazzel egy, ez nagyon messze. Hát ugye az legyen, hogy befélelek, amiatt nem messze van. Ez nekem gyanúsan messze van, gyerekek.
Jó magas. Hát nem volt az ilyen magas. Majd ha szomjasak vagyok, de jó. Mindjárt alakítunk rajt. Nekem nem tetszik ez. Nagyon messze van. Így. Mindjárt vigye jobb barátébb talál, ugye? Itt csak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blokk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És akkor legyen így. Szomjasak vagyunk, tudom. Hát, hogy még a horda előtt gyorsan kellene vennem piát is. Ide kéne raknunk. Meg ennek is az alját jól lenne, ha felkablusztónozni legalább. Na, rakd oda bába azért. Nem érünk rá! Tehát az lesz a metódus, hogy fölfutunk oda. Hogyha nagyon szarba vagyunk, fölfutunk oda, gyerekek. Ez lesz itt a, ez is a trikk. Trükköcske. Ugye az lenne jó, hogyha nem kezdenék elütni majd itt a dolgokat, akkor van baj. Kellene nekem ilyen blokkocska. Valami ilyesmibe gondolkodik a keeper. Hát most ilyen nagyon gyorsan, nagyon fejből csináljuk. Aztán, hogy jól fog-e működni, vagy nem fog-e jól működni, ne kérdezzétek, mert figgom nincs. Kellene csinálnom még ilyet. Szerintem minimum egy 5 felet. Oké, és akkor upgrade-eléshez kellene majd fa, mert ez szerintem édes kevés lesz. Itt van egy autó, ez lehet, hogy nem a legjobb, hogy itt van. Na, valami ilyesmibe gondolkodtam. Uh-huh. És akkor ugye itt föl tudnak menni a két oldalt, ez megvan ugyanúgy. Aha, itt valami nem stimmel, ez nem volt. Oké. Okay. És akkor ez kb. Szimmetrik. Meg ide kell egy, ugye? És akkor itt ezen nagy nehezen föl tudnak elvileg ugrabugrálni. És ha nagyon, nagyon szerencsénk van, akkor ezt azt is fogják tenni, érted? Így. És akkor megpróbálnak így hozzánk eljutni. Hát, basze! Megkérdezzétek, hogy működni fog-e? Hát én bízom benne, de nem vagyok benne biztos egyébként. Azt a létrát lehet, hogy rossz helyre sikerült raknom. Ugye itt valamit kéne okoznunk magunknak. Le se látunk, az a baj. Úgyhogy ezt lehet, hogy izére kellene rácsra kicserélni. És akkor lelátnánk valamennyire. Várjál, gyorsan. Gyorsan! Ne dököljünk! Várja, a szélére tudok, majd rakni tudok. Jó. Úgyhogy ide nem szabad, hanem ide egyébként. Pont, hogy majd úgy kell rakni rácsot, hogy... Nagyszerű. Lelássak. Igazából nem nagyon fogok tudni mit csinálni. Mint azért nem fogom itt megváltottani a világot, ugye? Hogyha lelátok, akkor se, de talán valamit fogok tudni okozni azért. Okay. És akkor így meg is vagyunk, ugye? Jók vagyunk? Igen, és akkor falat kell erre húzni. De nem ártana, ugye? Szintén zenész, rácsocska. Ide egy sarok rács kell, ez nem jó oda. Oké. Okay. Viszont ide jöhet. Oda meg sarok rács jöjjön. Gyerekek, nem kis pályázunk el. Egész jó haladunk, nem? Oda jöhet, és oda meg sarokrácsok. Elvileg van ilyen direkt sarokrács, ugye? És akkor le is látok. Ami az tök jó nekem. Csak egyszer oda fordítaná majd. Az apák szemét.
Ne szopassa, légy szé. Túlélésünk forog rajt. Első is vagyok, kekebedem mindenképp kajáért. Bazze, nagyon rohanás az idővel. Forgass már úgy, bazze, hogy ezzel kell tökörész, nem bazze. Jó. Oké, fölül, hű, bazze. A madarak, mi? A madarak. Úgyhogy ez nem biztos, hogy jó, várja. Gondolja, gondolkozzá ki, mennyi fánk van? 219, lószarra se elég. Nem. Cobblestone nem ide jön. Cobblestone ide jön. Úgy. 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 Jó. Kell fa. Rengeteg fa kellene. Kellene ennem is idom. Tökéletes. Ja, valamennyire meg kell csinálni ezt, hogy védett legyen. Nem tudom, nagyon félek tőle, hogy ezek szét fogják ütni. Még kéne mennem csak... Még kell sok fa. Mindjárt elfogy. Kéne egy csomó fa, hogy felupgrade-eljen viszonylag jó lesz a dolgot. Ó, bazze. Attól félek, hogy itt nehogy az legyen, hogy elkezdjek ezt szétverni. Nem tudom, mi lesz itt, bazze, gyerekek, nem tudom, mi lesz itt. Kicsit félek, kicsit látom, hogy nagyon megy az idő, és nagyon nincsen idők semmire. Úgyhogy ez probléma. Na, mindegy, semmi gond, gyerekek, majd valami lesz. Viszont ezt is kéne csinálgatnom. Nem tudok arról, nincs kövem. Jaj. Viszont pedig néhány cobblestone nem ártad volna. Kell rengeteg fa, de tényleg sok fa kell, mivel kellene nekem. Még azért upgrade-elnem. Azért legalább ne erre menjünk. Fú, azért mire pakoljak, gyerekek? Nem tudom eldönteni, mire pakoljak. Lehet, hogy a lopakodásra, csak az mondjuk a zombi hordára nem sokat segítene. Vagy a kalapácsra? Lehet, hogy a kalapácsra, gyerekek. Nem tudom. Jaj. Vagy ugye lehet, hogy itt az elején még rengeteg alapanyag kell, lehet, hogy a Miner 69-re kellene. De az meg nem igazán segít a túlélésbe. Mondjuk, ha semmire nem rakok, az se jó. Jó, fa, kő. Kellene fa és kő. Meg clay is egyébként, te már tudod. Ha ezt az első éjszakát túlélem, akkor... Mit csinálok utána? És arra gondoltam, akkor az jó lesz. Jó a faszod. Mit csinálok utána? Kellene valamit eladnom ennek a... Ott a zombi. Jó, az ilyeneket itt hagyjuk, gyerekek. És ilyenkor nem kezdünk el futni. Hanem inkább moson sunyulunk. Ez mi az a kék virág? Semmi. Küldetést megcsináltam volna, ugye akkor lenne egy kis alapbevételem. Lehet, hogy eladunk egy-két dolgot, majd tudom én, amit így össze... Van javítókészletem például, sokkal később kell. Kellene valami alap... Kaja kellene, gyerekek. Nincs kajám, semmi kajám nincsen. Ezeket lehet, hogy összeszedem, mert ebből végtelen mennyiségű van. Nem tudom, hogy ezt veszi-e. Hogyha veszi, akkor azzal tök jó járnék. Ja, meg kellene tűzrakóhely, ugye? Tojást azt nem tudok főzőerék nélkül nem tudok csinálni, viszont ahhoz meg el kellene menni csavarba, csavarogni. Az meg azért eléggé veszélyesen. Kurva! Hú, bazd meg. Dík! Ez jó volt! Ez jó, ez még mindig jó ez a kalapács. Megint éhes vagyok. Jaj, de jó. Jó, ez a kalapács úgy látom, jó lesz. Jó lenne a zombi hordára is, hogyha
Ha működne a zombivárók, csak az a baj, hogy iszonyat sok fa kell. Lehet, hogy rárakom, bassza. Nálakom a majdnem 69-re. Ez így nem lesz nekünk jó, gyerekek. Gyűjjön be az alapanyag, mert így nem lesz jó. Nem fogok tudni semmit csinálni, még időben ráraktam. Aztán legalább akkor gyors meg tudom csinálni ezt a zombivárót. Ugye még kellene teteje meg minden, meg fel kéne upgrade-elnem, mert lehet, hogy el fogják kezdeni jutni, hogyha ilyen nagyolozzába gyobom. Viszont a kalapáccsal egész jó vagyok. Ugye első nap, tehát ilyenkor még azért a zombik nem olyan erősek, azért az jó. Viszont az ijászat az nagyon kaki, nem gyerekek? Azért azzal nem sok mindenre tudsz menni. Jó, annyira nem kell befosni a zombiktól, csak viszont az a baj, hogy még valószínűleg iszonyat nagyot sebeznek, fertőznek, minden bajunk lehet tőlük. Gyerekek, milyen lassan jön be azzal az alapanyag, figyeld már. Azért ezzel lehet szopni rendesen mi. Jó van, próbáljuk megeladni dolgokat, aztán veszünk kaját vagy valamit. Egy főzőerény lenne az igazi, de szerintem főzőerényt azt nem fogok tudni venni, biztos rohadt drága is. Lehet, hogy be kéne... Lehet, be kéne menni egy házba, vagy nem tudom tényleg. A ízik, meg a... erre is egyébként rá kéne nézni néha, mert ezeket ugye... Kapjuk azért az XP-t. Hagyjuk a főbe. Úgyhogy az meg tök jó. Első éjszaka horda. Hát én hülye vagyok, bazd. És megpróbálom úgy, hogy mindig ugyanolyan hosszú részek legyenek, tehát egy nap, jó? És ott szerintem úgy lenne is értelme, és akkor itt tudnánk követni, hogy kb. Hány napig bírjuk ki. Ezeket a fákat amúgy is jó lenne kivágni, mert jobban átlátnám a területet. Mert kapásból rám ront egy zombi, de az jó volt, hogy hangosabbra vettem a játékot, mert így legalább hallom. Úgyhogy hallottam, hogy jön ugye, hátba vágod volna, azért elég jó leveszi a HP-nkat. Nincs egy több üzeg? Az a 4 skill pontunk van, az agyába, lagába, hallod? Nem is tudok rárakni, mire érdemes még, gyerekek? Healing faktorra rakjuk, akkor ugye tudunk majd gyógyulni. Lehet, hogy a Lucky Looter-re itt jó lenne. Meg... Lehet, hogy a kalapácsra kellene. Skullcrusher, nem? Már elég kevés lesz. Jó, rakjunk erre. Nem tudom, mire rakjak még. Valami. Pain tolerance. Jó. Egyébként ezek tudjátok, mennyit érnek? Mind szarba a vitamin körülbelül, mind nyikpisi az erdőtűzbe. Hogyha megtámadnak minket komolyabban. Nagyon túrók vagyunk. Gyerekek, 89 követítettem ki, egy idő alatt folyamatosan ütöm ezeket a szarokat. Szomjas is vagyunk. Jó, hát kell venni kaját, piát, nem tudok mit csinálni. Mindenképpen gyerekek. Mindenképp rá kell venni erre. Ezzel így igazából nem jutok semmire. Szomjan fogok halni, vagy éhen fogok halni, ezt meg mindig tegyük be. Belül nem volt valami utolható dolog? Meg kéne nézni nagyon gyorsan. Itt valahol, mit tudom én, bármi emeleten. Nézzük át, hogyha még valami pénzt tudunk csinálni, itt azért ugye a safe zone van, az egy jó dolog. Ennek nincs is emelete, úgyhogy ezt cseszheted. Jó. Ja, jó, oké, na figyelj. Valamit eladnék neked. Ezt nem veszed meg, nem. Krumpli magot. Valószínűleg ültetni nem fogunk most, ezt eladom. Van már 16 pénzük, de jó. Ez? Ez jó. Ezt úgyse használom most egyelőre, meg a rezet biztos nem fogom használni egyelőre. Na ez jó, meg ezt is eladom. Meg a javítókészletet, ezt a kettőt most valószínűleg még egyelőre dukú. Ezt nem. Hát ezt eladom. Pénzt kell csinálni, gyerekek, mert ilyen fogunk veszni, úgyhogy ne nézzetek rám csúgyán. Sajnos az alapvető vágyainkat háttérbe kell szorítanunk. Jó, oké. Más szerintem maradtad. Mennyi pénzünk van? 200. Ami nem valami erős, de várjatok, mi kellene?
Van még egy kajám, az is kellene, mert kéne víz egyébként. Ú, de nagyon-nagyon szopás az egész, gyerekek. De ez ilyen 5 foodot ad, hallod? Ú, de nagyon nagy szopás van itt, bassz meg. All that gawking at guns, and that's all you buy? 180-15 foodot ad. Nem lesz elég másra. Ja. Hotel 120, tessék, bazz. Retteo. Azon vizet kell vennem, hogy csinálom. Veszünk egy vizet. Meg mennyi pénzünk maradt? 178, valami kaját kapok, 178. Valamit el kell adni, bazza, és akkor veszünk egy olyat. Mit adjak el még? Well, look who decided to show their face again. Van két vizem. Tollat. Vegyél egy 20 tollat. Alright. És akkor veszünk egy olyan fúrot. Get out of my store. Oké. Okay. Jó. És akkor talán nem halunk szomja, meg nem halunk éjjel az éjszaka. Ami azért nem lenne egy utolsó szempont. Ja, itt nem tudok sehova fölmenni, nincs semmi. Alapanyaggyűjtés itt, Duli. Itt elvileg valahol ki lehetett menni. Jó. Izére raktam, gyerekek. Apa. Futásra raktam a zombi sebességet. De ez a futás, mert volt a sprint is, akkor lehet, hogy azt kellett volna bazzák, hogy sprintre rakom. Mert azért ez nem olyan gyors, azért ezt lehet kezelni. Akkor jó, akkor annyira nem kell beszarni. De valószínű, hogy a következő részben felrakom sprintre, mert sima rára raktam, hát ez nem egy erős, nem? Azért ettől lehetne egy kicsit gyorsabbak. Lehetne egy picit nehezebb a játék, ne? Jó, ezt figyeljetek, ezt a bunkót, ezt nem fogom használni, úgyhogy ezt leszkeppelem. 15-49, úgy látom, hogy a kaja meg a pia szintünkkel lesz probléma. Meg kéne nézni, lehet mégiscsak kiásni azt a dolgot, mert akkor lehet, hogy kapnék egy kis pénzt érte. Csak az a gond, hogy alapanyag. Mondjuk most már egész jól vagy az alapanyag gyűjtésünk. Egyen jobb, mint eddig volt. Jó, minimum párral, de nem ártana felupgrade-elni néhány részletét ennek a dolognak. Meg lehet, hogy ide is kellene majd csinálni időt. Ó, gyerekek, várjatok, ez először itt. Egy ilyen kettő magasba, meg ahol járnak. De volt hosszan csinálja. Iszonyat sok alapanyagot elvesz. Cobblestone-t, majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyink van, meg mennyink lesz. Azt is fogunk használni esetleg. Ez szükséges, túléléshez szükséges, hogy ez legyen kész. Vízgyűjtőt kellene csinálnom, akkor megoldódna a víz. Kellene főzőerényt szereznem. Szerintem első hordánál, hogy vannak cobblestone elemek, az már az egy baráti dolog tud lenni. Ez már elég kellemes. Oké, okay, szerintem ez így nem rossz. Mármint ugye tudom, hogy ez fa, de azért jó lenne. Néhány alkotó elemek, majd cobblestone-ra felhúzzunk mindjárt. Itt is megcsinálom kettő magasan, és lehet, hogy akkor az alját fogjuk cobblestone-olni. Valószínűleg azt ütik jobban. Ja, meg kellene csinálnunk egy izét, egy... Hogy nevezik azt, gyerekek? Kellene csinálnunk plafont, mert különben itt a nagyon rá fogunk cseszni. Úgyhogy azt már építi is a Keeper ezerrel, ugye? Egy, kettő, három. 1-2. Ott egy zombi. Hova megy ez?
Az nem a... Föl tudja a délejét rá? Nem. Elmegy, nem baj. Menjen, legalább teszteljük, jó? Várja, ide nem kellett volna raknom, Dick. Talán nem jön rendőr zombi az első hordalapon. Na, följön, jó? Legalább valami működik így elsőre. Kellene ízét csinálni. Nem, ezt akartam, bazzer. Jó, jön. Istenet nem fogja arra forgatni. A gyerekek. Az adja! Az adja! Raktunk ugye a kalapácsra. Kurva jó lesz, bassz meg. Na várjál. Ezt el kéne forgatni. Ez a legnagyobb időveszteség, bazzer, itt pörgetem ezeket a lószarokat, gyerekek. Így. És akkor ennek a izajét akarom kimásolni. Rotationjét. Meg ennek is a rotationjét. Meg ennek is a rotationjét. És akkor ilyen átlátszó ketrezbe fogunk lenni. Magasabbra nem rakom, bár nem tudom. Várjál, hogy lesz ez megoldva? Álljál meg? Kellene csinálni egy blokkot, mert különben nem lesz elég. Mondjuk egy 20-at. Várjál, ezt le kéne kopiznom. Meg a rotationjét is, úgy, és akkor ezt fölülre kellene raknom, de ez nem jó. Mert föl kéne ugranom oda. Úgy. Így már jó lesz. Hát remélem, hogy a modár nem tud ezzel átütni. A tetejét az valószínűleg fel kéne upgrade-elni minimum fára, vagy az egész ketrecet. És akkor itt viszont, hát onnan mondjuk egy csapóajtó azért el kellett volna. Hát reméljük, hogy nem fog csembe. Lehet, hogy valamelyik fel tud jönni, most azon a gyalog. Lehet, hogy a pók zombi. Ez fölmászik, vagy felugrik oda a létrára, de már nem tudom, hogy ez hogy működik. Na, jó, nem tökölünk, bazze, mert elfogunk. És ide kell a cobblestone leginkább. A skill pontunk lett. Meg ilyesek vagyok, bazza, meg kell csinálni ezt a küldetést, gyerekek. Ezt fölhúzom fára. Ezt megyünk küldetésezni. Kiássuk azt a szart, akármi is lesz. Ez így nem lesz jó. Annyit így megírhattok, hogy esetleg hagyjam ezt a zombik, hogy fussanak, hogy rá legyen, vagy pedig sprintre rakjam őket. Mert ugye van még egy fokozat följebb, hogy sprint. Nem fog fogyni a fám is elfogyott, jó van. Mindegy. Na, szerintem ez egyébként ez egy nem rossz megoldás, úgy látszik ugye a zombi is szerette. És megint enni kell, és ez a nagy baj, gyerekek itt. Ez a nagy baj. És konkrétan nem fogunk tudni elég kaját szerezni, meg piát. Hű, bazd, egy nap alatt hallod? Egész jól haladunk, nem? Valamennyire futizunk. Meg ilyeneket, amiket csak így föl kell vennem, azokat már vegyem föl, nem? Jaj! Ez észrevett. Oké. Okay. Szuper. Jó vagyunk. Kalapács egész jól ismerem, ugye a távol... Basz meg ott van megint az a medve. Hogy a nem szeme álljon meg! Azt nem fogom, azt nem tudom megölni, esélytelen. Az a medve az egész bázisomat szétkapná. Majd nem hiszem el, hogy pontot kell lennie. Már a zombitól nem is félek, de azért medve az erős lenne. Hol van az a hülye medve? Pontot? Nem ott? Nem, idé van. Megpróbáljuk? Megpróbáljuk, bazza meg. Nem ott küldetést még egyet, hogyha nem csinálom meg, úgyhogy neki köveselkednám. Ások a paragyharag, de bazze pont benne a izé alatt. De jó vagyunk. De ez érdekes, hogy van is ott egy luk. Aha, ja, kicseréli akkor a izé területet. Ez jó. Még nem is olyan nagy körbe van. Oké.
Nem is emlékeztem, hogy ez így egész kellemes a legelső. Valószínűleg jönnek zombik, úgyhogy a staminával sporoljunk. Meg arra a büdös pedvére kéne figyelni. Amit nem tudom, hol van most. Meg kivezető utam legyen. Jó, legalább lesz ez olyan cobblestone-unk. Még esetleg a lépcsőt fel tudom upgrade-elni. Meg az olyan helyeket, frekventált helyeket fel kell upgrade-elni cobblestone-ra, úgyhogy az mindenképp. Jó, egész jó vagyunk. Nem csodálkozok rajta, hogy eddig túléltük. Az a baj, elkapnak minket, besztanulnak, aztán akkor vége van abból bulirak, úgyhogy hamar meg lehet dögleni itt. A legjobb cuccokba megszokt. Ott van a bazd meg. Meg is van. Valamit rálátott. Jó, van egy murky waterben. De jó. Aha, meg is jött az izé, leszpónolt zombination. De legalább csak egy. Ugye jó. Annyira jól érzem egyébként a kalapácsot, tényleg nem akarok rajolni ezzel, meg flexelni. De főleg, hogy most rá vagyok kényszerítve, nagyon élem ezért. Mekkora más lenne, itt lenne még egy trader? Jó, ezt leadjuk mindenképp, és akkor talán valamit nem tudom, mi lesz a revolt. Talán valami pénzt is kapunk esetleg érte. Jó, fussunk. Jó, jól állunk, gyerekek, jól állunk! Lehet, tényleg az a nagyon durva, hogy lehet, hogy az itt mondogatom, jól állunk, azt ti meg látjátok, hogy 3 perc, azt véget képer. 3 percet van vissza. És így konkrétan, tényleg ez tök izgalmas lesz, még akkor is, hogyha látjátok, hogy hány percen van vissza az életből, akkor is láthatjátok, hogy hát mi várhatjátok azt a percet, na hogy fog meghalni, érted, hogy mire gondolok. Arról ott lehet, hogy érdemes lenne csinálni, csak megint mim nincsen, bazen most meg voodom nincsen, azt a betyár telibe szart búvárruha édes anyját, bazen, hogy nekem mindig izején van problémám ezzel. Első nap zombivárót kell, vagy hordavárót kell csinálni, hát az ilyen hülyét minden, bazen, hogy minden napra horda. És gondolhatjátok, hogy a horda nem szokott izgalmas lenni, hát izgalmas lesz, bazen. Így, hogy konkrétan az első nap. Jó tesz. Szomjasak vagyunk be, az összes pénzünket kajára, piára költenem itten, az biztos. Egyébként lehet, hogy a városban egy vízgyújtóért érdemes lenne bemenni, vagy pedig talán lutóhatnánk valamit. Gyerekek, lehet, hogy küldetést érdemes lenne csinálnom, mert legalább lenne pénzom, azt tudnék venni kaját, piát, mert az lesz a baj, az éhen fogunk dögleni, meg szomjan. Rohadt hosszú lesz az éjszaka, dupla hosszú, ugye? Mi úgy van beállítva ráadás, hogy dupla horda, dupla hosszú éjszakával. Dysentery, the way you smell. Hát lehet, hogy a machine gun lenne a legjobb, nem tudom. Vagyjál valami munkád, vagy rohadt közel, azt lehet, hogy megpróbálja a keeper. Lehet, hogy egy kicsit izé lesz. Lehet, hogy kicsit kevés lesz. Ezt mennyire nem veszed meg? Várjál, nézzük. 15 lőszerrel. Hát figyelj, semminél jobb, nem? Úgyhogy van egy machine gununk. Mondjuk nem olyan rossz az. Pénzt adott? Nem, valószínűleg nem adott. Jó, elmegyünk küldetést csinálni, mert valami legyen. Elmegyünk küldetést csinálni, van egy machine gununk, nagyon nagy szar van, akkor de. Szerintem ezt meg kell innom, bazza, nem lehet ezt, hogy nem. Kell csinálni küldetést, gyerekek. Azt nem mondjátok, hogy ezt kell kipucolnom. Ja nem, mondom, bazza, ezt a nagy dög épületet, akkor az érdekes lesz. Kéne fát vágnom. Nincs fám. 17:55, 18 óra van vissza, 4 óránk. Még meg tudom csinálni talán ezt a küldetést, meg esetleg upgrade-elek azon, aztán lesz, ami lesz. Sránca. Nem tudok mit csinálni. Ezt a küldetést meg kell csinálni, csak az a baj, hogy olyan helyen megyek, akkor már megint izéjövök. Mondjuk ez elég nyugis ez a hely. Itt azért nincsenek nagyon izék, nincsenek medvék, meg ilyen zombik kutyák, meg ilyenek. Szóval tud ez baráti lenni. Lett egy kis fán 220. A fánk az finom, tudjátok. Jó, kerüljük a zombikat.
fölösleges összetűzés. Annyira futunk, de a staminát megpróbáljuk beosztani. Lootolunk mindent, és hátra találunk valami jó dolgot. Még igazából minden is jó dolog így az elején. Egyébként ez a, lehet, hogy valaki zavart az, hogy a vasat eladtam, meg ilyesmi. Gyerekek, valamit valami miért itt az elején, mert ugye a vasat nagyon nem fogom egyelőre használni, viszont legalább ugye lett egy kis kaják. Itt a nagyon fontos a legelején, kaja a legfontosabb. Ezt kilutolom, meg azt is lehet. Ezek jók vannak. Ez lehet, hogy mindjárt észrevesz. Az meg nem is az, hanem valaki más vett észre szerintem, hogy ez. Még konkrétan nem ütöttek meg. Valaki még itt hörög, bazd meg. Nincs. Méz kellene ugye, mert valószínűleg, hogy meg fogunk fertőződni. Lehet az első éjszaka. Ezt a fát meg azért gyűjtöm ugye, mert kellene felupgrade-elni legalább a... Jó, itt egy ilyen ház, ez lesz az, az jó, ez nem tűnik veszélyesnek, pirát azt fejbe várjam. De futnak ezek a csőm. Szóval ezt a kalapácsot, ezt annyira sikerült ráéreznem, ezt nagyon eltaláltam. Úgyhogy most egyelőre azért kalapácsolunk, csak itt lehet, hogy lesznek kutyák, arra rohadtul figyeljük. Éhes vagyok bezzel. Konyhában majd kilutolunk mindent is. Na gyerekek, álljunk neki itt a dolgoknak. Hát nem tudom, mennyire lesz nehéz vagy nem nehéz, remélem, hogy nem lesz nehéz, legelső quest csak nem nehéz. Ja nem, bazd meg, még odébb. Hol az anyám balagába követni már? Azt hittem, hogy ez lesz az, de nem. Hogy tudok bemenni, remélem, hogy nem találok semmi zombit még pluszba, ne legyenek zombi. Pont a város közepére kellett rakni, bazd meg. Na. Oké, elkezdtük, jó. Fölnézzünk ide is. Hátha. Terheltség, semmi baj. Oké, gyerekek. Kettőnél több zombi jön, akkor azért lehet, hogy fájhat. Valami hörög. Ugye futnak itt is a zombik, úgyhogy rohadtul figyeljünk. Valaki hörög. Kurva életbe. Ez ijesztő volt. Nincs lámpám se, bazzen fel akartam kapcsolni a mocskos anyátokat. Bazzen itt nagyon körlizé figyelni, lehet, hogy lopakodva kéne benne, vagy nem tudom, mit csináljak. Mert ezek orba várnak, aztán nekem ede kuku lesz. Kettő túlterheltség, nem baj, körlenek az utcok, gyerekek, mind az atom. Szög. Három túlterheltség. Az lejjebb kellene mennem. Három darab, hogy de jó cuccok vannak itt, töcsém. Ezt meg eladjuk azokat, amik nem kellenek egyelőre. Abból veszünk kaját, úgyhogy bár azzal jók vagyunk. Na figyeljetek, ide beugrok, aztán van lesz, ami lesz, nem tudok picsálni. Az meg miért nem mutatja, hogy hol vannak a zombik? Ja, mert ez nem clear-es quest. Hoppá, mekkora kaja volt, bazzé, már érdemes odaérni. Mekkora kaja volt, és itt van a láda is, úgyhogy meg is van a küldetés, húzhatunk a rákba, gyerekek, ha akarunk. Már figyelj, lopakodva itt esetleg. Nem tudom, bihörög, vagy bibörög, vagy borog. Egy főzőerénynek még úgy örülnék, mint... Kis kaja meg tia, amelyik dobja, aztán jó lesz. Murky Water-t meg tudjuk csinálni, gyerekek már máma. Csak túl kell élni azon. Ez meg jó. Basszod az anyád. Szarra vagyunk terreve, tudom, nem nincs szívem itt hagyni a dolgokat, gyerekek. Megyünk a picsába vissza, nem, mint már igazából föl. Figyelj, ezeket egyébként székeket összekapod. Szerintem nyomod a scrapet, mind az őrület. Aztán már mindjárt jó lesz, ingyen van.
gyerekek, akkor a kaját kaptam, hogy sem, figyeld. Ja, 13-at ad. Ott figyelj, ez a lopokodás, ez nem rossz, figyelj, nem vesznek észre. Csak nem tudok másunk kimenni, úgyhogy lehet, hogy arra kellene menni. Figyelj, pennát. Az a baj. Valaki észrevett. Valami fűt. Jó, nem kéne popam verjenek gyerekek. Belátkozunk ilyen szobákba. Fűte! Valahol ki kéne jutnunk hamar. Nem vagyok boldog ezen a helyen. Mi a fasz üt meg valamit, hogy örögnek? Pince bazza. Jaj, leszakadó rész. Ki akarok jutni már innen, utálom. Már fosok. Jaj, ne! Kurva élet, gyerekek! Itt nem hibázhatunk, öcsém! Szerintem meglett a főút legalább, az olyan sötét van, nem látok kettőig, hallod? Ugye fogok-e fákját, komolyan mondom. Erre betevedünk fákját, hogy oldalunk. Bazzai, na, megjött a hülye. Kurva jó voltunk, bazzai. Most nem azért, az 1-20-ért. Jó voltunk, bazzai meg. Opa, puska, bazzai, puska kaja. Lőszer, minden volt itt. Töcsém! Keeper, bazzai, olyan vagy. Nagyon nagy. Figyeljetek, terhelés alatt azt mondják, mit szoktak mondani. Teher alatt nő a pálma. Vannak olyan emberek, akik terhelés alatt jobban teljesítenek. Hát én most már rájöttem, hogy azok közé tartozok. Jó, nem felfejezem a hülyeséget. De különben igazán most jó volt ez. Most ez kellemesség volt. Jó, ezeket nem fogom tudni elbűnni gyerekek. Meg egy csomó mindent, úgyhogy ne utáljatok annyira. Várják, ha kimennem. Szarrá vagyunk terhelve, bore. Na várjál. Mert kaptunk lőszert is. Kutya jön. Valami akkor... Aha, itt nincs semmi. Hogy tudok kijutni, mert most már megint az ideges. Jaj, itt. Megyünk haza minél hamarabb. Nem tökörészünk, jó? Még egy rohadt biciklénk sincs. Jó, megyünk haza. Tényleg nem... Anyádat, bassz meg. Faszodat jesztegetet. Hú, bassz, bocs. Bocs, hogy csúnya beszédért. Meg kell enni valami kaját. Van egy ilyen nagy, hatalmas, nagy izénk. Finom kajánk, azt is majd megesszük. Murky volt, tehát abból a WC-ből lehet, hogy ki kéne utolnom. Mázlik van, akkor kapunk, igen. És ugye van főzőerényünk. Meg tudom megcsinálni. Jó, megyünk el minden. Jó! Jó vagyunk gyerekek, 19.30, leadom a questet, tudunk csinálni főzőt, tábortüzet, tudunk csinálni főzőedényt, meg tudjuk csinálni akkor a Murky World-et piának, és így kaptam egy olyan kaját, hogy sem, hallod, 53 food, 80 darab vizé, HP, úgyhogy megfogtuk az Isten lábát most. A szerencsem elég állt egyenlőre, 17 túltörődtségünk van, tudom, de nem, mert nem tudtam ott hagyni semmit. Lesznek olyan dolgok, amiket el fogok adni most a tradernek, úgyhogy készüljetek fel, a maradék időt meg azzal töltjük, hogy upgrade-elünk, mint az állat. Jó, én valószínűleg azt a puskát is el fogom adni, nekem végszükség esetén jó, hogyha van izém, van ez a gépfegyver, lőszer úgy sincs hozzá, ugye, nyilván. És eladunk mindent, és veszünk kaját, piát. Egyelőre nagyon másra nincsen szükségünk. Rohadt hosszú lesz az éjszakarra készülünk. Kő az legyen nálunk. Nem szabad elhasználni az összes követ. Menjük, hol van a kő, bazd meg? Jó, van nem kő. Kő az kell, mert ugye kell javítani valószínűleg a ízét a fegyókat. Jaj, nagyon egy ilyen hülye. Jaj, bazd, észrevett. Tényleg, akkora mázli, hogy izé, hogy kézre áll ez a dolog, gyerekek, hogy mondjam. Egyébként ott van szemben még egy rohadt nagy hegy, figyeld, az tényleg nagy. Abba be tudnám fúrni magam éjszakára majd, mármint nem éjszakára.
éjszaka mindig jön zombi horda. Most jövök rá, hogy igazából nyugton nem lesz nekem, tehát hiába jásson be magam bárhova. Ezt ki akarom ezt csapni. Mi ez? Valami jött? Minkor arra kell rohadtul figyelni. Nem jó, ezek már több HP-val rendelkeznek. Hoppá, hoppá. Bazza, ennek sok HP-ja van, gyerekek. Nem tudom leütni, hallod? Mi volt ez, hallod? Már ilyen zombi jön ilyenkor, 750 HP, vagy ez is, XP-s. Ez kicsit erős, nem? Jó, fa amúgy is kell, meg biztos, hogy meg fogunk előbb-utóbb fertőződni, azért ütöm ki ezeket mind. Jó, az a lényeg, adjunk el minél több dolgot. Meg jó lenne egyébként, a vízre most egyelőre, mennyi murky volt erőnk van? 2 darab, az is jobban semminél. Este 8 van gyerekek, akkor konkrétan semennyi időnk nincsen. Úgyhogy nem tökörészhetünk. Esetleg még egy kicsit upgrade-elünk, főleg a legvégére adjuk a felső részt. Hát nem tudom gyerekek, ki fogjuk-e bírni az éjszakát, dupla hosszú lesz, sokan jönnek. Nem Scrapperi akartam, el akartam adni be azért, na mindegy. Bocsánat, izgulok. Várjál, mi az, ami drága? Pipe bomb, 50. Cobblestone rock, figyeld, 250. Az viszont az lehet, hogy elviszem. Mondjuk a grillezett kukorica se lenne rossz. Jó, ezt vittük el. Inventory-ba eladunk, amit tudunk. Look, motherfucker, I'm already overstocked on those. Eladom, mert a pénzt most jobban kell. Tudom, hogy ezek a nyílveszők, ezek nagyon epikek lettek volna. Tojást meghagyom, murky volt, ezt meghagyom. Rezet jól lehet volna eladni. Az üzemanyagot is eladom, mert egyelőre nem kell, meg ez a spring se kell nekem. Legyen pénzünk gyerekek, lockpick. 60-at adna érte, az mondjuk nem kisegítene a szarba gyerekek. Hol van a pénzem? 254, ja, úgyhogy ezt eladom a lockpicket is. Nekem majd pia vagy kaja kellene. Ami nem igaz. Mennyik van, mennyi pénzünk? 3 szalagunk. Az Walter-t is ad, úgyhogy ez se egy rossz dolog. Oké, és maradékért megveszünk. 125-ért azt nem tudok egy vizet, ugye? Igen. Jó. Sajnos erre kell költenünk, mert egyébként nagyon rá fogunk fázni. Viszont nagyon gyorsan menjünk. Ott ki tudok menni. Nagyon gyorsan menjünk. Csináljuk, upgrade-eljük föl. Mind túl vagyunk terhelve. Van egy vízünk. Jó lenne craftolni egyébként. Viszont ugye a zombi horda az sprintbe lesz. Tehát az nem csak running lesz, hanem az sprintes lesz. Úgyhogy annyiba, gyerekek semmi üzem nincs. Egy darab fákját le kéne valahol raktam majd. Ugye gyerekek, ilyenkor azért egy sikító zombinak se örülnek, nem? Jó gyerekek, fölmegyünk. Aztán valami lesz, nem? Meg éhesek vagyunk be, azért minden baja van állandóan ennek a karakternek. A kaját azt akkor akartam volna benyomni. Mennyi ízeink van? Mennyi fánk? Jó, megesszük ezt a kaját, legalább kevesebb lesz az inventory slotunk. Ezt figyelj, ezt én ledobom. Meg ezt is ledobom, mert nem kell, jó? Ez tényleg abszolút nem kell. Ez egyébként not food-ot, csak az életet leviszi. Meg a... aha. Ezt is ledobom. Azért is, hogy ne legyünk túl terhelve. Na gyerekek, akkor itt ezt fel kellene minimum fára, ugye? Baj, nem látok semmit. Várjatok, lerakok ide egy fákját, hogy valamit lássak. Na, le tudnék, csak nem tudod rakni. Mert ezek ilyen kívülre gyorsan dobok egy fákját. Na, oda akartam egyébként. Pont oda akartam.
Hát gyerekek, ha nem éljük túl, és egy részes lett ez a videó, sorozat, akkor becumisztuk, mintha szavart. De hát bizog bennem, hogy bírni fogjuk valameddig, azt nem. Madarak ellen, ugye? Ezért kell a felső rész, mindenképp. Egyszerűen nem látok. Ez egy nagy probléma. Tényleg, olyan sötét van bazzánk, hogy az hihetetlen. Megszoktam ugye, hogy van fejlámpám. Nem látom, hogy mi van felupgrade-elve, meg nincs. Epic fight-ra számítsunk gyerekek, ugye rohadt hosszú horda lesz, nem a normál lesz. Úgyhogy még abban is nehezítve vannak a dolgok. Készüljünk a legrosszabbra. Aztán akkor csak jó történhet velünk. Kellemesen csalódunk. Na, ebben van, fel van szerintem húzva minden egyi. Itt ezt még. Ennyi van, van még 90. Na, babáj. Hát. Van egyébként azt hiszem, hogy valami... Jó, van egy csomó kablusztorokon, mert ugye kaptam. 20-56 van, még valamit tudnék azzal okozni. 290 valami kablusztonnal. Úgyhogy itt még gondolkozzunk egy kicsit el azon, hogy esetleg... Szerintem amiket ütni fognak, azok ugye itt fognak történni. Ugye nem úgy lerombolják ezt, mert hogyha lerombolják, akkor nem tudnak följönni, és akkor nem akarnak hozzám eljutni. Hanem akkor el fogják kezdeni bontani az én bézemet. Jó, ez mondjuk XP is, úgyhogy nem rossz. Bocs, hogy sokat nem fogtok látni, higgyétek el, én sem. Van 95, lehet, hogy ezt kellene inkább felupgrade-elni, hogy ezeket kiüssék. Mert ugye itt már csak egy opció van, hogy feljussanak, itt meg ugye több. Így ugye fontos, hogy föl tudjanak jutni hozzá, mert ha nem tudnak feljutni, akkor nagyon nagy baj van. Úgyhogy azért részesítem előnybe ezeket a részeket, hogy igaz, hogy ez konkrétan úgy nem véd engem. Na viszont ezt, hogyha kiütik, akkor nagy baj lesz. Úgyhogy itten... Tudjátok mit? Ide lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy rakok még blokkot. Mi a pecsemet csináltam? És akkor ugye az is védené. És ezt is felupgrade-eljük. Csak az a baj, most már kezd el fogyni az összes alapanyagom. El is fogyott az összes alapanyagom. Hát imádkozzunk el, szerintem erősen majd. Jó, gyerekek. Jó. Meg itt ugye, ezeket fel kéne húznom. Mennyi lőszerem van ebbe? Nem sok. 5 darab. Ebbe meg viszont van 21. Ebben nem tudnék csinálni, kéne fárvágnom, és akkor csinálnék esetleg, hogyha nagyon rendet. Az a baj, semmit nem sebezesz, mondjuk. Az egy problém tud lenni. Kéne egy-két fa még upgrade-elgetnem szerintem. Ezt én nem lutoltam ki, mi ez? Oda nézzetek, cement, a végén még betorra húzom az első nap a base-emet. Egyébként nagyon brutál, amiket itt leművelünk. Azt hiszem, hogy van egy csomó tollam, aha. Pedig adtam is el. Gondoltam, hogy az... Ja! Főzőerényt kell majd ekecselnem. Vagyis nem főzőerényt, hanem egy... Kéne egy ládát csinálnom, meg kellene egy... tábortüzet készítenem. Nem tudom egyébként, az a durva, hogy így, ugye csinálod így a dolgokat, hogy jobb legyél, jobb túlélő legyél, meg minden, meg hogy legyen mondjuk vized, ezt lehet, hogy megvernek minket az első hordanapon. Nagyon-nagyon kell ezzel
ugye foglalkoznunk. Hogy ezeket a most új szabályrendszer kerül konkrétan a játékba, ami köt engem ahhoz, hogy például ne tököljek, hanem nagyon gyorsan fejlődjek, nagyon gyorsan oldjam meg a helyzeteket. Nem adtam el a puskát, de legalább van benne lőszer. Nincsen benne, jó van. Na mennyi van? 36 van. Jó van, húzzunk bele. Még azt felupgrade-elem ott azt a részt, még egy magasságba. Az volt a terv. Így, erre gondoltam. És akkor itt esetleg még egy kicsivel nagyobb esély van rá, hogy nem csapják szét meg. Itt lehet, hogy még... Nehogy valami gigszel legyen gyerekek. Ja. 21-41, megyünk föl, lehet, hogy csinálunk egy tábortüzet. Itt remélem nem fognak felugrálni. Mondjuk ezt itt le is vehetném addig, ugye? Mondjuk az a baj, akkor meg hogyha valami lesz, akkor én nem fogok tudni följönni, úgyhogy... Akkor annyit csinálunk, hogy ezt átalakítjuk létrára. Várjál. A faszodat. Meg akkor... Ez is. És akkor oda fel tudom rakni. Oké. Okay. Na, figyeljetek gyerekek, akkor a következőt kellene csinálni. Kéne csinálnom egy tábortüzet. Campfire. Teljesen mindegy, hogy csinálok egyébként bedrollt. Mert úgyis vége sorozatnak, hogyha megdöglünk. Úgyhogy ezzel nagyon nem kell itt foglalkoznunk. A tábortüz az mondjuk lesz itt. Oké. Okay. És akkor ugye be tudom rakni a főzőedényemet, meg tudok berakni egy kicsi fát. És akkor tudok csinálni főtojást is, meg murkibót. Nem, főtojást nem tudok csinálni, de vizet azt tudok kapásból csinálni. Oké. Okay. Ezt meg mindjárt be fogjuk nyomni. Esetleg akkor csinálhatnék egy ládát. Ide a másik oldalra, és akkor az is meg lenne. Na gyerekek, túléljük-e? Nem éljük túl. Tök fogalmam sincs, úgyhogy... Kíváncsi leszek. Mi az, amit bele kéne raknom? Ezt belerakom, ezt belerakom. MF-et mehet bele. Homok mehet bele. Ez mehet bele, ez mehet bele. Csont mehet bele. Ez mehet bele. Üzemanyag, ez. Megpróbáljuk lootolni majd őket, hogyha tudjuk. Mert akkor történne egy olyan. Bassz meg, idő van. Megpróbálok ide közel állni, hogy tényleg arra jöjjenek. Na most aztán öcsém, első horda, abba bízok, talán nem lesz olyan kurva nehéz. Itt hol vannak? Ha. Ott jön. Jó, szenved föl. De hol a többi? Első horda szerintem nem lesz olyan nehéz, emlékeztek rá az első horda. Ebben az előző sorozatunkban is annyi volt, hogy konkrétan be voltunk egy épületbe. Túléltük, úgyhogy talán jó lesz. Hol a faszba vannak? Sőt, nem is láttunk a legelső napi hordánál. Csak azt nem tudom, hogy ugyanúgy nehezedik-e, vagy a napok szerint nehezedik. Vagy a hordák nehezednek. Tehát mondjuk a 10. napon már akkor rarik fognak jönni, meg minden. Ja, ez tök jó, mert nem ütik. Egyébként ez egy baromi jó béz. Alapbéz. És az első napon ezt így meg tud csinálni. Jó. De hol van a többi? Vagy mi a pecsöm van? Jó, hát szerintem ezt túl fogjuk élni, de... Egyébként sprintelnek éjszaka. Az defaulton van hagyva. Meg igazából az orra is nem tudom mi ez, hogy egy darab ellenfél jött. Hol van a többi? Nem tudom, nekem itt kezdenek ásni, vagy valami. Vagy fúrni. Ott fut. De most ez érdekes. Jó, semmi baj. Annyi baj legyen. Kaptunk egy kis bónuszt is, ugye? Ezek megvannak, viszont a fával kellene forrolni. Tudnék csinálni főtojást magamnak, csak akkor elmegy a víz. Miért csak egy darab zombi van? Gyerekek, eskü, hogy nincsen lekapcsolva semmi. Jó, hát ez jó XP farm így az elején. És minden egy rész ugyanolyan hosszú lesz. Kivéve az utolsó, amikor meg fogunk halni, ugye? Ott az autót üti, Dick. Figyeld, ott egy csaj, az autót üti. Ezekre nincsenek ületlenül itt?
Tök jó, hogy le lehet látni, és esetleg akkor íjjal, vagy bármivel rá tudok lőni, nagyon... De ott a csajautót, de miért csak... Olyan, ott van még egy zombi. Na, most fut. De miért... Mi történik? Ezek nehezebbre számítottam, gyerekek. Olyanra készültem fel, hogy meg fogok dögleni. Mondjuk ebben a hardcore módban mindenképpen az jó, hogyha túlbiztosítod magad, ugye? Ez nagyon jó, lassítja őket, ugye? Mert ez nem halt meg. De hol a többi zombi? Ezt nem értem egyébként. Fudám öcsém. Hogy lehet, hogy az első napi horda az tényleg mindenképpen ilyen rohadt könnyű. Meggondolom, azért is első napon vagyunk, lehet, hogy az összefügg vele. De hát ez egy jó hosszú lesz, bazd meg, hogy itt egyesével rohangálnak ezek a csávók. Azt a csajt mindjárt ki... Ne, leesett magától, öcsém, nézd már meg! Rossz, elrentött az ugrást. Hova jön? És még akkor meg van sértődve, érted, hogy leesik saját magától a hülye. Gyerekek, mi lesz itt, hallod? Itt óráig baza, ezt fogom csinálni. Szerintem esik, találtam a csajt. Na gyere ide! Végre baza. Hú, de béna volt. Na, hát ezt a csajt meg közben lövöldözgetem, vagy nem tudom. Még mindig följebb, de jó. Az a baj, külön nem tudod beállítani a zombi horda hosszát. Ennél csak hosszabb lehet. Nem nagyon örülök neki, hogy ilyen hosszú, mert megmondom őszintén, főleg így az elsők, szerintem úgyhogy így túlbiztosítottuk magunkat, nem lesz egy nagy kihívás. Azt kapott egy fejest. Valami legyen veled. Hagyd az autó roncsot, a szemed álljon meg. Gyerekek, hol vannak a zombik? Ugyanígy jártam, amikor kezdtem azt a, ugye a sorozatot, amelyik 50. résznél áll. És nézd már, meg oda ment megint egy másik, és ott te kezdte ütni, hallod? Hogy az ugyanaz, nem ugyanaz, hát... Fölírta az XP-t. Na, itt jön valaki, végre. Tök jó, mert ide vonzom őket, ugye? Tehát akárhonnan jön a horda tagok, akkor ugye hozzám jönnek, és amikor ide érnek, akkor viszont átmennek oda. Ott tudnak följönni. Nagyon jó. Szuper. Teljesen jó vagyunk. Csak ez az a baj, hogy igen, ez az első horda, ez elég úgysi. De viszont legalább figyeltek, tudjátok mit csinálunk? Akkor így azért... Hát ez a baj. Jobban ütöm őket, aztán nagyon nem sebződnek. Na, azt kéne csinálni, hogy akkor esetleg átnézzük a skillpontokat. Kettő skillpontunk van, ugye az elején jó fejlődünk, főleg úgy, hogy ennyire produktívan játszottunk. Viszont tudnék csinálni ilyet is. Ebből lehet, hogy csinálok egy 10 darabot még, hogy azért legyen. Igaz, hogy nem annyira hatékony, de legyen. Igen, igazából lehet, hogy meg kéne ezeket lövöldöznöm. Csak azért, hogy hamarabb halljanak. Legyen XP-m. Következő részbe, tehát reggel, ott jön, figyeld. Tök jó, mert rám fut, megáll, és akkor már megy oda, mert ott tud följönni. A következő részben szerintem az lesz, hogy neki fogunk állni. Na végre szétütötte az a nő az izét. Az autót. Baza, nincs válidva, hogy csak két zombi jöjjön. Esküszöm, gyerekek. Nem tudom, hogy ez mi a front. Lehet, hogy tényleg azért, mert az első napon vagyunk, meg első horda. Neighbor woman. Nem, már nem mész újra. Ja, a skillekre kéne rakni. Lehet, hogy a kalapácsot fogom erőltetni, mert az elég jó. Hoppá, na, majd kettő jött végre, bazza. Az előbb még, vagy kettő jön? Jó. Még annak is örülök, komolyan. Jó, a francba. Kilutoltam volna, hát hogyha lőszer vagy valami olyasmi van, ami fontos lett volna a túlélés érdekében. Megütött, töcsém. Azért ez megütött.
Jó, mert a healing faktorra van ragva, tehát nagyon lassan azért healelődni fogunk. Jó, ha jönnek, ezek, mennek, ezek csinálják a dolgokat, szerintem jó lesz ez. Ez a lényeg, hogy ezt a hordavárót, ezt meg kell csinálnom normálisra. Ej, már megint, na szintet léptük megint viszont. Egyébként ilyen sincs felállítva, hogy több XP-t kapjak, vagy bármi. Úgyhogy ilyenek nincsenek, amit elmondtam. Azok vannak állítva, annyi van, hogy nappal is futtak a zombik. Minden nap zombi horda. És ugye, hogyha meghalok, akkor legyen vége a sorozatnak, viszont az ilyen saját döntés. Úgyhogy ezek vannak átállítva. Más nincs. És akkor mindig reggeltől, 6 órától 6 óráig fog tartani körülbelül egy rész. Úgy mindig 2 órás lesz, úgymond kerek részek lesznek. Itt hátul nehogy leessek. Ez a kalapács nagyon fekszik, úgyhogy lehet, hogy rárakunk, meg lehet, hogy akkor rakunk az erőre. Úgyhogy mindjárt is nézi itt a keeper a dolgokat. Ugye ahhoz kell, hogy a kalapácsot húzzam egy kicsit följebb, az erőre raknom. Lehet, hogy a lopakodást elengedem. A hosszú távon szerintem az nem lesz a legjobb. Ott is egy zombi, na. Most már 3 van, halleluja. Tényleg lehet attól függ ugye, hogy mennyire hányadik napon vagy valami ilyesmi. Látom, az erőre még kell raknom, és akkor tudok a Skullcrusherre. Jó, hát ez a túlélésünk érdekében ezt mindenképp ki kell húznom. Jó kis XP, de mondjuk nem olyan, de oda jön XP, jó. Na, most nem vagyunk szomjasok, nem vagyunk éhesek, kellene csinálnunk. A következő részben szerintem nekiállunk questelni, megpróbálunk csinálni egy collectort, felrakjuk ennek a tetejére. Vagy akárhova is rakhatjuk, de az a lényeg, hogy legyen vízünk. Ez bírta el. Meg nekiállunk questelni. Hogy legyen valami XP-nk, vagy nem tudom, tudjunk elpakolni még skilleket, megpróbálunk szerezni jó cuccokat. Meg igazából fel kéne minimum egy cobblestone-ra az egész bázist upgrade-elni. Holnap is lesz horda. Nem tudom, a hordák nehézségét nem tudom, hogy ne rakjam föl, vagy bármi. Mert ez meg így lehet, hogy nem annyira izgalmas. Mit tudnék még emelni a nehézségi szintet, gyerekek? Aminek értelme lenne. Mert mint annak szerintem nincs értelme, hogy 62 ütést bírjanak a zombik, inkább legyenek többen, hogy kelljen előre taktikázni, meg akkor esetleg berakom azt, hogy sprinteljenek gyerekek. Sprinteljenek izékor is, nappal is. Ne fussanak csak, hanem sprinteljenek is. Egyébként elnézzétek meg, nem ütnek semmit. Így ez a, hát mondjuk úgy, hogy bázis, ez nem rossz. Egyébként azt kell rakni, hogy a ládákat föl a tetejére, és akkor onnan is elérhetném. Az a baj ugye, hogy kicsit sebzünk, kettőt kell futniuk. Ilyenkor lehet, hogy azt kéne, hogy mit tudom, rájuk lövök. És akkor így megvan, meghalt. Nem kell még egy kört mennie. Ugye ilyenkor mit tudom, ráváltok el, így, magam. Hát, igen, el is kellett találni. Meg volt. Ez az. Jó. Ja, lehet, hogy íjászkodnom így jó lenne, mert akkor gyorsabban jön az XP is, ugye. Meglövöm egyszer, megütöm, akkor már azért attól megmúlgol. Jó, most mind a kettőbe bemenne, elvileg egy hit. Tehát valószínűleg, hogyha megütöm őket, akkor meg fognak nyugodni. Na, 3 darab zombi, csodálatos. 4! Na. Igen, és így meg is haltad.
Na, ah, majd végre megjöttek a gyerekek, bazza. Hát, hogy az is számít, hogy hány óra van, vagy nem tudom ezt, hogy működik. Na most egy kaza a zombi jött. Mondom, tényleg a végén azt hiszitek, hogy mitől levettem nehézséget. Zavaró volt rendesen, hogy kevés zombi jött. Mi van, Sanyi, mi újság van? Satara! Mindjárt eszünk ebédet, jó? Szóval ez az ijeszkodás az jóval besegít. Ez is megvont. Az meg kapott egy hitet, így agyon tudom ütni egy ütéssel. Hát tök jó gyerekek, én nagyon élem ezt. Élem. Lesz egy csomó XP, viszont az, hogy sok a zombi horda, meg sok a zombi, meg minden. Ennek köszönhetően rohadt sok XP-t fogunk gyűjteni, és nagyon hamar fogunk fejlődni. Ugye? De arra kellene rámenni, hogy minél hatékonyabban öljük őket. Na, azt előttem a lábam lába között, nem? Úgy. Ez az. Így megvan, így meghal. Akkor leugrik, akkor kell lőni. Ez az. Úgy. Még egy fejütés, aztán már meg is volt. Nem, bazze. Ez a párt közje. Ja, meg ugye a zombi hordából rengeteg lootot tudunk szerezni, úgyhogy a Lucky Looterre is lehet, hogy érdemes lenne neki állni pakolnunk. Mert akkor lennének jó cuccaink, itt meg főleg ebben a sorozatban azért az... Adná, bekaptam. Jó, megmondom őszintén, Mázling van, hogy tök jó helyre spawnoltunk. Trader, itt van egy útszakasz, ahol le... De mondjuk igazából nem biztos, hogy jól oldaná meg valaki, ugye, hogyha akárhova is spawnol. Jó, az segítség volt tényleg, hogy jó helyre spawnoltunk. Mázling volt. És vigye meg is szit lépés, gyerekek, ez a kalapács rohadt jó, ezzel azért meg tudjuk védeni magunkat. Itt lehet, hogy egy kicsit a Survivor skillekre jobban kellene pakolni, hogy minél jobban bírjuk az ütéseket, minél kevésbé tudjuk megbetegedni, meg hasonló dolgok. Ugye abba beledurrantok egyet. Fú, nagyon, a küldetéshezés nagyon ki kell majd számolnunk, nem szabad veszélybe sodornunk magunkat. Mert akkor ugye azért... Itt nem nincs újrakezdés. Itt nincs izé, nem lesz bedroll. Vagy spawnoljunk akárhol. Ír. Ezt úgy, fejlövés az néha lecsapja őket. Nyugodtan mondhatok tippeket, hogy mire figyeljek, hogy nehogy meghalljak, mert ugye addig fog tartani ez a sorozat mindenképpen. De szerintem ez egy jó megoldás lesz. Jó alakítottuk ki a bázist is, ugye nem akarják ezt az alsó részt ütni, hanem arra akarnak menni, hogy ez könnyen megtörténheted volna az, hogyha túl gyenge az a rész, akkor történheted volna az, hogy inkább ezt ütik, vagy bármit ütnek, mint hogy végigjönnek. Futás! Jön egy csaj. Megjön még egy csaj. Franko. Ez a ketrec viszont tök tetszik. Egyébként ilyenkor a legelső napon milyen loot stage-ünk van? Hogy milyen régóta bírjuk. 1 óra 42 perce élünk. 7 kilométert már megtettük. Loot stage 5-ös! Gyerekek, 300-as loot stage-el mentem izébe. Ja, ez tök jó, hogy lelökik egymást. 300-as loot stage-el mentem a másik sorozatba. Itt meg 5! 5-ös loot stage, gyerekek. Ahhoz képest egész jókat kaptunk, nem? Térkép. Redirect. Ennyit jártunk be. Itt semmiképpen nem lesz soha olyan, hogy gameplayen kívül bármit csinálok. Mert itt ugye folyamatosan kockáztatjuk az életünket. Mit mondanék? Gameplayen kívül építkeznék, és akkor annyit tudnék mondani, hát rám jött egy horda, meghaltam, bocs. Na, jó az a bázis, tök jó az a bázis. Körbe lehet járni. Jó, meg van már azt hiszem 2 loot itt, meg ott egy 3.
3 darab loot, amiből azért tudunk majd gazdálkodni. Várjátok, valami hülyeségeket raktunk ki. Vannak kajáink. Teljesen jó. Ezeket majd előre magamnál tartom. Annyi, hogy sprintre rakom majd a zombikat. Legyen még egy kicsit nehezebb. Mert túl... Nem azt mondom, hogy könnyű. De ugye meghalunk a izé sorozatban is megszoktunk. Egyébként ilyenkor érdemes lenne rálőnem, amikor még fekszik a földön. Tehát akármikor bekövetkezett az a nem várt halál. Előttem a feje fölött, ezt úgy utálom. Ír, az meg izé volt, halál volt. Fejlővést azért be tudja nyugulni a... Itt, ha leugrik, akkor lövök rá. Ez nem halt meg. Jó. Oké. Még 2,5 óra, és akkor megvagyunk, kilutolunk, és akkor el is búcsúzom. Az lesz mindig, hogy ugye tényleg akkor reggeltől reggelig lesz egy-egy rész. Nem tudom, ez a... Remélem ez a horda, ez nehezebb lesz egy idő után. Már valószínű, de tényleg nem tudom, horda nehézségem, vagy valamint kellene még állítanom. Nyugodtan jöhetek az ötletek, gyerekek, már 6. szintén vagyunk az első nap, nagyon beteg. Ugye? Nagyon beteg. Ezért akartam megnézni a skilleket. Nem, jó, skilleket mondom. Skullcrusherre. Hoppá, ott van a loot! Ez már nem tudom, 4. lootos láda szerintem, vagy zacsi. Skillekre kellene majd pakolni. Addig itt gondolkodik a keeper. Minorra is raktunk, ezekre a skillekre kellene egyébként. Ezekre. Healing faktor baró jó. A cardio. Ez is jó egyébként. Pain tolerance nagyon jó. Ez a bázis, ez meg tök jó. Oké. Igen. A cardióra meg a... A cardióra fogok rakni. Rakjunk a kardióra. Vagy rakjunk a izére? Rakjunk a Lucky Looterre? Arra raktunk is, bazze. Úgyhogy a kardióra fogok egyet rakni. Hogy legyen bőven staminánk. Meg egyébként ott egy őz. Viszont azt az őzet le kéne lőni, bazze. Na, bazze, elfutott. Nyugi van, Bobby! Ott ezt az őzet le kéne lőni komolyan. Nem találtam-e? Meg látom, nem vagyok. Szomgyosok vagyunk, az az őz, az jó lett volna, megettem volna. Meg látom, várjál. Nincsen egy darab nyílveszőm se. Figyelj, csináljunk, úgy látom, nem kell itt most szarakodnunk a izével, javítással. Kellene kaja. Az a baj, ugye leginkább éjszaka lehet kaját szerezni, viszont azt most mi nem nagyon fogjuk megoldani. Nem tudom, milyen magasra kell lőni, az a baj. Jó, hát hagyjuk. Nem tudom, majd nap reggel, talán addig ott kóbászol, megpróbáljuk leszedni. Kurva messze van. Úgyhogy innen lehet, hogy közelebb van egyel. Ha?
Hiába lövöldözöm, nem tudom mennyi, mekkora az ejtése a nyílveszőnek ilyen távolságon. Na, menjen már az idő, gyerekek, mindjárt kimegyek, bazd, az Red Dead rakom komolyabb oldal. Ez a nem gondoltam volna, hogy első nap itt túlélem. Főleg így, hogy nehezítve vannak a dolgok. Mindjárt iszunk egyet ám. Piám abszolút nincs, azt hiszem. Kajám az még egy van. Úgyhogy arra rá kell, mert egy darab kajám van. Piám az abszolút nincs. Kellene csinálnunk mindenképp egy víz kollektort, akkor azzal túlélnek, meg éjszakakkor itt tudnám csinálni mindig a kaját, meg a piát. Mindenképpen. Meg akkor már azt kellene csinálni, hogy ebből a növényekből, amik itt vannak, kellene készítenem italokat, amik jobb minőségűek. Mert különben a vizet elpazarlom, csak úgy az nem biztos, hogy nagyon baráti dolog lenne. Ja, azt kell csinálnunk, figyeljetek, itt fut. Tök jó, mert én, ugye engem érzékel, azért fut felém, azt utána, amikor érzékel, hogy nem tud följönni, akkor elmegy arra. És érdekes, hogy az összes kb. Onnan jön. Na, itt néztem valami jó nagy hegyet, ami érdekes lehet, csak nem tudom már merre volt. Ugye onnan jöttem a trailertől, és arra volt valami hegy, nem? Vagy arra? Ilyen fenyőfa volt a tetején, szerintem lehet, hogy az volt. Múlva azért többbe költöznék. Sőt, tudjátok mit fogok csinálni? Rájöttem, hogy mit fogok csinálni. Csinálunk egy másodlagos bázist. Ugye itt tényleg fontos az, hogy ne dögöljünk meg. Csinálunk oda egy hidat. És ha úgy van, akkor azon a hidon át tudok menekülni a másodlagos bázisra, és ott túl tudok élni. Egyébként azt is lehetne ugye, hogy több ilyet csinálsz, és egyikről a másikra átmenekülsz, ha nagyon összeomlana a rendszer. Itt nagyon be kell biztosítanom magam, hogy életbe tudjak maradni. Sajnos egyébként ez a zombi horda dolog, ez nem a legporásabb dolog. Pont hogy most az lett a nehézség a játékban, hogy úgy túlélni. De ti nyugodtan gondoljátok, a szabályokat változtassátok, akár legyen nehezebb is. Nyilván ne azért olyan nehéz, hogy tényleg abszolút megcsinálhatatlan legyen. Itt olyan 64 zombi jön az első hordakor, érted, annak mi értelme lenne. De lehet, hogy meg fogom duplázni a zombik számát. Ez így elég így ér. Ez még mindig ott érdekel engem, az a szarvas barvas. De hogy most alá lövök, vagy fölé lövök, öcsém? Viszont ez a zombi váró dolog, ez több mint epic. Hát ez egy nagyon jó rendszer. Ugye ezt körülbelül ugyanezt használtuk a tornyunkba, tök ugyanezt. Csak itt még ráadásul nagyon be is lassítja őket az, hogy így kell ugrálniuk föl. Bár lehet, hogy egyébként ezek az infected zombik azok, amik gyorsabban jönnek, mert ezek ilyen nagyon-nagyon trék is alapzombik. Jó, azt a szar... Full nem üttek semmit. Full nem. Brutál. Ez valahogy annyira sikerült az arányokat is eltalálni, hogy abszolút nem ütnek. Még ha leesnek, akkor se ütnek, hanem egyből futnak vissza. Bár lehet, hogy tényleg az első nap az könnyebb egyel, mint a többi. Ugye nagyon tökörészni nem lesz időm, és vége a hordának akkor sem. Ez tök jó, hogy sikerült egy nap alatt így összehozni ezt a túlélést. Jó, van egy darab vízünk, meg egy darab ilyenről. Le is lokkoljuk. Viszont ezt a tojást majd meg kéne csinálni, csak hát az van itt kaja, csak nem jó. Meg ez is, se jó. Ugye, hogy az a baj, hogy fertőzött leszel tőle. Azt hiszem egyébként az a tea, az a piros tea, az leviszi az ilyet. Fertőzést, bármint az ilyen hasmenést. Tehát ez a piros teát, ezt kéne gyújtani, és azt kellene innunk majd.
Nincsen félre ragva nekem? Abszolút egy darab sem, mindent kidobtam, eladtam. Scar. Pedig akkor ugye tudnák kapásból csinálni olyan. Maradt te! Ugye jó, alig várom a következő részt, már előre tervezem, hogy mi lesz. Piros teából csinálunk rengeteg izzajét. Hát rám fut, először még engem céloz. Mennyire amortizálnak? Ó, hát ezek még ilyen gyenge formák, meg körülbelül kétszer beleütöttek. Jönnek ezek szépen. Lehet, hogy megduplázom a zombik számát, annyit csinálok gyerekek, szerintem főleg itt, amikor még ilyen a játéknak azt a stage-ez ilyen nagyon alacsony. 83 zombit megöltem már. Ez komolyan? Gyerekek, megöltem már 85 darab zombit, azért az nem olyan rossz. Remélem a lootok azok nem tűnnek el, ugye? Nem tűnnek el, mondjátok, hogy nem tűnnek el. Szerintem nem, hogy egyébként korlátlan ideig megmaradnak, úgyhogy ez jó. Jó. Igen, olyan teát fogunk csinálni, nem tudom, annak mi a neve. Mindjárt megnézem. Igen, ez lesz az. Ez a CHI. Nem az. Bazzen, mi a neve? CHR. Igen, ebből lehet csinálni, ugye? De egyébként miért nem mutassa? Azért lazán el vagyok így. Nem? Ennekel. Ez a... de lehet, hogy nem fogom tudni csinálni, aha. Még le van lokkolva, gyerekek. Úgyhogy akkor elfelejtettem, hogy konkrétan csak vizet tudok csinálni. Na mindegy, kollektort azt kell készítenünk. Na, mindjárt vége a hordának. Jaj, megint egy loot. Szerintem már legalább 5 darab loot láda. Igaz, hogy nem olyan jó a loot stage-ünk, de azért talán valami értelmeset fogunk belőle kapni. Viszont ez tök jó lett. Hú, ez a bázis, ez nagyon jó. Hát jobb, mint a piramis mi. Ezért 2 hét alatt csináltam meg, aztán teljesen használhatatlan volt. Csináltam egy zombivárót, amelyik teljesen használható, tökéletesen működik. Egy nap alatt. Konkrétan egy. Egy óra alatt. Sikerült összehoznunk. Jó kis XP jön, várjátok meg, még van XP-m. Nulla, de jó lesz ez. Valószínűleg, hogy ezt az attribútot föl fogom húzni, hogy a healing faktorom, meg a pain tolerance-em menjen magasabbra egyel. Egyébként van ez az Iron Good, ez se rossz szám, mert jobban bírod a különböző mérgező kajákat, kb. Így megehetsz mindent, meg később úgyis be tudod. Igen, meg lassabban leszel éjjel szomjas. És meg ráadásul buffok is hosszabban lesznek rajtad, úgyhogy ez egy kurva jó skill. Soha életben nem raktam rá. Ugye nem kell arra gondolni, hogy konstans vagy perma hatása egy skillnek, mondjuk amit fölraksz magadra, mert ugye be tudod resetelni 6000 pénzért, ami nem is egy olyan túl sok. Úgyhogy a játék elején elképzelhető, hogy egész más skillekre van szükséged, mint ugye később. Szóval ez egy olyan dolog, amit ki kellene használni, hogy mi be tudjuk reszetelni. Például valószínű, hogy fogok én rakni mindjárt arra. Mert itt a játék elején azért a kajasz pia, ez nem is
még az, az a probléma vele, hogy nem találsz, hanem amit találsz, az is ilyen 5-5 meg 10-öd. És ugye azért 100 kaját föltölteni ilyen 5-10-es kajákkal, az eléggé nehéz. Mindjárt kell a nap, úgyhogy mindjárt oké lesz minden, gyerekek, gyorsan kilutoljuk a dobozacsikat, és akkor el is búcsúzom, és akkor a következő részben várlak benneteket dupla hordával, mármint erősségre. Föl fogom ragni, hogy rohadt sokan jöjjenek. Hát ez nagyon gyér. Jöjjenek, folyamatosan kelljen őket ütni, legyen kihívás, ne csak nappal legyen kihívás, éjszaka is legyen kihívás, annak ellenőre is, hogy csináltunk egy jó hordavárót. Ha belehalunk, belehalunk, de kihívás nélkül igazából nem érdekes semmi szerintem. Ó, tönkre ment a izőjünk. Fegyóunk. Mindjárt meg lesz a skillünk ám. Mondjuk ezt lehet, hogy nem általán itt tartalom. Ebből meg még kellene 100, meg ugye kellene cső, meg duct tape 4. Jó, mert rongyot is fogok tudni csinálni, klotot tudok csinálni, mert itt rengeteg izé van. Alapanyag. Felehessen belejét, hát... Na. Fökel, bazze, bírja a csaj, mint az állat. Na, és akkor én fogok erre rakni most, gyerekek. Jobban bírjuk a kaját, jobban bírjuk a piát. Ez egyébként ennek nincsen statja. Hát túl jó vagyunk, úgy érzem egyébként. Talán komolyan. Arra figyelnünk kell, hogy ugye, hogyha le vége az éjszakának, akkor is futni fognak a zombik. Lehetőleg ne egy 5 zombi legyen akkor, amikor nem egy ön. De most sokkal inkább érzem magaménak ezt a játékot, mármint így a nehézség ellenére is. Na, figyeljetek, hagyjátok ugyanúgy fut tovább a csávó. Úgyhogy ez egy kicsit loot probléma lenni, de megvárjuk gyorsan, összeszedjük a lootokat. És akkor mondjuk egy ilyen reggel 6-tól másik nap reggel 6-ig, addig fognak menni a gameplay-ek. Egyébként most meg tudjuk nézni mennyi, 2 órája. Két olyan kezdtük. Ja, mert volt egy időszak, amikor ugye pofáztam is, és addig megállítottam az időt. Mert hogyha nyomok egy eszket, akkor ugye megáll az idő. Na jó, van, lemegyek gyerekek, hát már csak kibírjuk. Nem az. Volt, ennyi lára, ez a csi volt csak. Viszont jó kis lőszerek. Ó, adja, azért jó ez. Teljesen jó gyerekek, itt nagyon jó vagyunk. Bazza, eltűnnek ezek a kurva ládák, bizacskók, láttad? Hát öcsém, eltűnik. Akkor ez itt nem jó. Akkor valamit ki kell erre találni. Ide lehet, hogy fogok csinálni egy platformot, amire leesnek a ládák. Ugye itt, azok itt esnek le, és akkor oda kell csinálnom egy platformot. Mert az úgy nem lesz jó, gyerekek. Tudjátok, hogy mire gondolok? Mindjárt mutatom is. Van ez a, az a lap, és akkor az kell erre, hogy ugye, ahol el tudom érni. Ugye, ilyet. Vágjátok? És akkor ugye arra esnek le, és akkor ugye tudom lootolni őket. Minden nap horda, úgyhogy mindenképpen kell. Jó, gyerekek, figyeljetek, kellene majd szereznünk izét. Ilyet, hogy tudjunk csinálni olyat. Vágjátok, hogy mire gondolok. Fél szavakból is megértjük egymást szerintem. Itt meg itt maradt egy lőszer. Jaj, bassz meg, hol van az a izé? Hol van az a kecske béka? Ement a izé? Ement a... Basszus. Kellett volna nekem az a, az a szarvas, barvas. Hát az elment. Jó, akkor cseszhetjük. Oké, srácok, figyeld. Ott van a szarvas, barvas, bazze? Ott van. Sőt, lehet, hogy nem is ezzel, hanem ezt ez lehet, hogy nagyobb, vagy... Na, várjál. Ez kell nekem az a szarvas borvas. Ne fuss! Oké. Okay. Kell kaja. Jaj, de jó. Lett egy kis plusz kajány. Free kaja mindig jól jön.
Ja, kell csinálni egy collector-t, mindenképpen srácok. Össze kell szedni 100 olyan műanyagot, ugye leginkább a gumikból vagy ilyesmiből. Jó, figyeld, 5-től 5-ig lesz minden egyes rész, úgyhogy akkor még van egy kis fél óránk, azt megpróbáljuk kihasználni. Jó. Egyre bátrabb vagyok már, mint eddig. Megyünk, egy kicsit lootolgatunk. Ugye meg ezeket akkor ebből kellene nekünk. Jó, mert ad, az azért. Ezen vannak zombik, úgyhogy erre figyeljünk. Ha jól emlékszem. Nem kéne eltördelni a lábainkat. Az a baj, stamina gondjaink vannak még rettenetesen. Rohadt lassan töltődik a staminánk még. Meg volt? Nem írt az XP-t. Kell kéznék olyan mászóba az... Kis XP, mindig jó olyan. Oké, ott van egy táska. Hoppá, nagyon jó, vitamin. Tök jó, mázling van. Antibiotikumra fájna a fogam még. Igazából mindenre is, srácok. Méz antibiotikum szerintem rohadtul fontos lenne most még. Hogy az legyen, minél hamarabb. Az utakon körül kellene nézni. Eladtam az lockpicket, ja, eladtam. Ott egy rendőrautó, abban lehet, hogy jól út lett volna. Mondjuk 5-ös loot stage-en lehet, hogy annyira nem. Itt viszont van egy kukoricás, amiből esetleg nincs élő kukorica? Látom, csak szarok vannak, vagy szarok azok vannak bőven. Nem nagyon látok. Kicsit megélénkültem, kicsit fel vagyok pörögve. Nem lootolom ki ezt a rendőrautót, nem akarom, hogy nyakomba jöjjön a világ összes zombia. Gumikat akartam szedni. 53-ban, srácok. 4 óra, 54. Jó kis könyvecske, ez mindig jól jön. Gumikat szedem, mint az állat. Legyen meg az a 100 darab. Mindenképp ebben a részbe, amit a következő részbe, ezen a napon meg kellene lenni ennek. Ez egy ilyen kritérium számomra. 58-ban elbúcsúzok, srácok. Holnapi részbe várlak benneteket, nehezebb hordával még egy kicsit tolunk fel a nehézségen, és folytatódik akkor a hardcore sorozatunk ezerrel. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!